Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után vagyunk, 11 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Jani, hello, Feli! Hello, drága hallgatók! Na, még ismerem a gombokat, ez mindig megnyugtató. Még jót nyomok. Bizony, hiányoztam, mert a nyomó emberünk aludt egy kicsit az elmúlt napokban, ugye, Zsül? Zsül, ha picit bealudt, itt igen? Nem, a testa volt itt, a lelk az kevésbé. Hát előbb kell bemondani, mint amikor akarod, hogy elinduljon a színnál. Igen. Tehát ezt úgy kell csinálni, hogy hármasugrás, mit tudom én, 8 óra 55-kor bejátszuk, 8-53-kor és megmutatjuk, mi lesz. És 55-re megérkezik. Hát darabszámra meg volt minden, csak már nem szabadott, amikor kíváncsi műsor előtt közvetlen, nem szabadott tapsot kérni a vendégeknek, mert akkor az már a kíváncsi műsorom ment le. És nem értették, hogy 4-11-kor még mi ez a taps, ami megjött. Na, hát látom, hogy semmi nem változott. Minden ugyanolyan. Szép az épület, a minden beleöntöttem egy műanyag flakonba forró vizet, megolvasztottam a műanyagflakot, mondom, jó van, még a forró víz is a régi, úgyhogy ki kellett dolgozni. Műanyagflakonba akartam magamnak vizet hozni adását, így meg folyadékot, és forró vízzel kezdtem. És megolvadt a flakon. Mondom, jól van. Micsoda meglepetés, mi? Ha ilyen jó a forró víz, akkor nincs. Akkor nincsen baj. Jó vagytok mindenkivel, minden oké? Nagyon, okay? Persze. Hát, jó volt, szersz. Pihentetek, jó. Nagyot, ti is. Sütött a nap. Jó van. Tök jó volt, mert most az elmúlt egy-két napban azért volt már valamicske napsütés, meg volt valami kis szárazság, most, hogy visszajöttem, meg ne elkezdesen az eső. Meghoztam a jó időt, vagy meghoztam a rossz időt? Nem, mert jó időt. Hát tegnap tavasz volt. Csüdigáltunk a vízben egyébként, a Szabink alatt is, utána is. Tegnap volt egy jó napunk, ebben igazad van, de hát egyébként meg ilyen katasztrofális nyomott március, de tavasz van. Meg ennyi, Bali, tudja, mikor kell egy picit kiütni egy-két hetet. A február végéből a márciusból. Biztos nálatok is nagyon rossz idő volt. Rossz idő volt, kifejezetten rossz idő volt, és egy szörnyű volt. Hát az egy... Hát tudom, az alaegerszegi kis ház, amit kibéreltetek erre. Nem volt könnyű. Nem volt könnyű. 200 km, nem egy olyan nagy távolság. Hogyha itt rossz idő van, ott is rossz idő volt. Úgyhogy ez nem egy... Jó, az ezek a kis hogy ilyen nadrág szítel, kecskék, ott se víz, se villany nincsen, de hát gondolom, tök jól éreztek. Húgyról, ahogy húzta a vizet. Jó volt, tényleg jó volt. Jó volt egy kicsit pihenni, gondoltam, rátok küldtem, hogy legyen jó rossz idő. Sokkal rosszabb azt olvasni külföldön, hogy itt tavasz van, hogy itt jó idő van, hogy itt mindenki egyszer, nem tudom, ki szoknyába van. Sokkal jobb érzés azt olvasni, hogy ónos eső, szakadó eső, mert akkor az ember megnyugszik. Ugye? És jobban fekszel ki a napra. Igen, ha azt olvasod, hogy itt meleg van, akkor arra gondolsz, minek mentél el? Basszus, pont a tavasz, ilyen messzire, ilyen. Így viszont, az volt, hogy na, még ebből két hétig, erre tegnap megjövök, reggel leszálltam már ilyen 5 körül. Nem kaptátok meg az SMS-em, írtam nektek, hogy hallgatlak titeket, Bécsőt, nem? Rossz számra küldtem? Nem vettétek észre. Még a Danubiusba ment. Írtam nektek ilyen 5 óra 50-kor, nem, még 6 óra 10-kor elindult a beköszitek, és írtam nektek, mert pont rólam volt szó, hogy hallgatlak titeket, úton Bécsből, holnap jövök. Aha. Bali. És ez azt hittem, hogy beolvassam. És Bocsi válaszolt? Bocsi válaszolt, hogy kapott egy válaszom. Igen, de tegnap jó idő volt, és azt hittem, hogy akkor ez hosszú távú volt, de nem. Akkor mindenki válságom. Nem, csak azért, hogy ne felejtsük el. Meg hogy még rosszabbul érezzük magukat, amikor megint jön vissza. Ilyet szörnyű volt. Afrikai eső volt, képzeld, tehát ilyen homokot leszóró, meg havazás. Ez a kettő volt együtt, amíg nem voltál itt. Tehát még az időjárás is belefacsarodott. Ez mind az én átkomban. De lakatot tettük a szánkra, nem mondtuk el, hogy egyébként hol vagy, pedig voltak próbálkozók. Tényleg? Persze, de hát ugye... Adásban? Elég hallgatók? Igen, elég rutinosan ki tudom szúrni azokat az embereket, akiknek egyrészt nem ismerős sehonnan a neve, meg a telefonszáma, meg olyan nicknémmel jelentkeznek be például a honlapunkon, ami számomra egyáltalán nem ismerős, és akkor mindig visszakérdeztem, hogy melyik bulvárlaptól vagy. És de volt olyan jó fej egyébként, hogy azt mondta, hogy oké. És próbáltam meg tudni, hogy hol voltam. Nagyon ártatlan kérdés, hogy a Balázs merre nyaral. Ennyi, mert hogy nyilván hallgató érdeklődik, hát ha eláruljuk, de Jani így beszúrta a kis kérdést, hogy te meg melyik bulvár, és bocsi, lebuktam. Igen. Hát tudjátok, én nem nagyon szoktam. De jó is, hogy nem mondtam. Van, aki meg tud ebből élni. Igen. Neveket nem mondjuk, de hogy... Én
én valahogy nem szoktam erről így nagyon, nagyon beszélni. Titeket szívesen hetszellek azzal, hogy milyen idő volt, meg mennyit napoztam, meg szépen. Azért azt szívesen mondom, de valóban én ezt nem vagy már a régi. Nem vagy már a régi, mert az ilyen nyaralások alatt azért emlékezzél vissza, Jani, hogy mindig kaptunk egy vagy öt olyan képet, ahol Balázs a koktéllal, Balázs a basszus, ezeket is eszembe jutott. Hogy mi van vele? Púlsz? Ez a púlok. Öregszem, vagy nem tudom, és azt adul, hogy a haverjaimnak se küldtem ilyet. De nekik egy videót elküldtem. Azért nekik egy videót elküldtem. Fölmondtam egy félperces életbölcsességet, hogy mit csinálnak rosszul szerintem. Ők azért kaptak egy félperces videót, de valóban nektek semmilyen arcspirító dolgot nem küldtem, pedig lehetett volna egyébként. Nem tudom, én is öregszem. Vendégek jók voltak, aranyosak voltak, tudták a helyüket, meglettek regulázva. Már aki? Volt hát aki? Persze, nem, mert hogy nem sikerült mindenkivel egyeztetni ugye a vendégeken a lépsorát, meg elküldeni mindenkinek, úgyhogy csak egy igazi vendégünk volt. Persze volt, hogy tudom én, aki beugrott egy megszólalásra, de a Dombin kívül nem volt senki. A Dombin kívül nem volt senki? Nem volt senki, aki végig itt lett volna, lehetett volna egyébként, talán, de ahhoz korábban kellett volna ébred. Mindenkinek. Ahelyett, na, elhussan, jó volt, túl vagyunk rajta, de Dombi itt volt, ő jött, tette a kötelességét, ahogy szokott volt, nagyon szép, fegyelmezett, felsővezetéses figyelmet kaptunk, tehát ahogy kitetted a lábad, itt azonnal, itt lebzselt mindenki. Igen, jöttek azonnal nézni? Meg, olyan tutit mondta, hogy csak most már tudjuk, hogy merre van előre. Igen, rögtön mindenkinek eszébe jutott, igen. Hogy mi a pozíció, miért kapja a fizetését. Igazából én küldtem őket, na kicsit beszéltem velük, hogy pár... Nem kellett volna. Igen, én úgy éreztem, hogy azért érezzétek a törődést, és azért érezzétek azt, hogy éreztük. Hogy te mit kapsz az év maradék heteiben. Mit osztanak meg velem? Szerdánként azért, hogy nem tudom, kicsit benneteket is pátyolgassanak. Kicsit jöjjenek, kicsit úgy nézzenek a körmötök végére. Jöttek rendesen? Jöttek, mindenért jöttek. Na, de nagy hírek vannak a világban, az Oscarról. Tudsz, ugye nem voltál itt. Igen, nagyon igen. Szorítottunk, nagyon drukkoltunk neki, megkapták a fiúk, úgyhogy ez nagyon jó. Próbáltam élőben nézni, mert ahol voltam, ott reggel 9-kor adták volna át pont a díjat. A legjobb külföldi filmnek, és egy rohadt olyan csatornát nem találtam, ahol ezt közvetítették őket volna. Őket nem érdekelt. Aztán próbáltam telefonon, nem elfejtettem a tévé alkalmazásomat. Nem Zalaegerszegen nincsen Dunavör. Nem volt Dunavör, basszus. Erre próbáltam felmenni az MTV-nak a Dunavör oldalára, azt meg ezt külföldön nem lehet behozni, akkor próbáltam ilyen 600 ezer oldalon, mert ott reggel 9 óra volt. És simán... Ja, basszus, tényleg. Más teljesítő, mert reggel fölfel 9-kor, ugye nektek ilyen 2 vagy 3-kor, 5-kor került sor ugye a legjobb külföldi filmre. Én mondom, azért én vidáman megnézem a szobából, és nem találtam egy csatornát sem. És aztán így az Indexnek a percről persze rovatát olvastam folyamatosan, és ott láttam, hogy akkor megvan. Nagyon jó. Én annak nagyon örültem. Annyira jó. Ez picit megint olyan volt, hogy így ilyen egy országként valaminek így drukkolunk. Én nem tudom, mikor volt ilyen utoljára. Nagyon régen. Az EB-re volt. Bár aztán olvasom kommenteket, és rájöttem, hogy nem mindenki drukkol, de hát ma ezzel pont tudunk majd foglalkozni. Jó, hát ez is egy jelenség. Érdekes, hogy velem mindig akkor történnek a nagy dolgok, idézőjelben, amely Amerikában történik valami, akkor nekem van egy kedves barátom, aki kint él, és ő folyamatosan küldözgetnek, és mindig ott viberezünk reggel, amikor jövök befelé. És akkor 5 órakor ott küldözgetjük egymásnak, és akkor hogy mondom, mi a helyzet. És ők nézték? Megvan, megnyert. Persze ő nézi, ott akkor ő realbe, végignéz az egész, és küldözgeti nekem az infokat róla. És mindig azzal szokott húzni, hogy én vagyok az első az egész országból, aki tudja, mert ő ül otthon a tévé előtt, és abban a pillanatban küldi át az infót. Igen, halálosan unalmas ez az Oscar gála szerintem. Dögunalom az egész. Elkezdik a legjobb animáció, a legjobb vágás, a legjobb, nem tudom, popcorn, a legjobb nachos. Legalább van nézelődni való. Tehát, hogy csak minden sorba akad legalább 30 világ. Majd világszárok vannak, persze, bevágnak egy-egy képet, de maga szerintem a gála egyébként rohadt unalmas. Nem? Tehát, hogy ez 4 óra szenvedés. Ezt szerintem ők is unják. Várják a partit, isznak a kulisszák mögött, és kint statkók ülnek bent. Az esetek 80%-ában. Tudjátok, hogy van olyan ember, akinek be kell ülni. Ja, persze. Az a lényeg, hogy te kijössz, mondjuk te vagy Leonardo DiCaprio, kijössz. Van egy hasonló másod. Nem, ott ő állnak sorba a függöny mögött emberek, akiknek az a feladat, hogy a megüresedett székekre azonnal beüljenek. Ők statkók, és akkor mutatnak egy nagy totált, és ott ül 3000 ember a Los Angeles-i Globusziázban. Profizmus. De 1500-abból érted stat 4 dollár per óra bérér ott ül. Mert a Jack Nicholson meg a Leonardo éppen nem tudom, kokszol a büfébe, tudod. És hoddogozik. Úgyhogy baromi unalmas. Én csak ezt az egy díjat akartam megnézni. Már többi nem is nagyon érdekelt. Na, de minden esetre ez megvan, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó hír. Ennek örültem. Szegény Stallone ugye nem kaptam. Ó, szegény. Nagyon szurkoltunk sokan, szerintem, akik, főleg akik ugye a 80-as években nőttek fel, hogy mekkora lenne már, hogy az egyik nagy öreg az akcioszférából
mondjuk odaérne, és akkor megkapná ezt a díjat, de nem sikerült. Neki a Golden Globe azért összejött. De Arni üzen neki az Insta oldalán, mert én követem Arnit az Instáján, és üzent, hogy Arnit követem. A nagy öregek összetartanak. A nagy öregek összetartanak, hogy nem érdekel, hogy ki mit mond, ne törődj velük, nekem akkor is te vagy a legjobb. Vagy a győztes. Mondta Arni. Hát hallom, azért itt zajlanak az események. Minden szinten. Persze. Amire csak akarsz, rákérdezhetsz, mindenre adunk választ. Egyébként fájna fél, igen. Hogy lemaradsz valamiről. Olvastam azért. Megint lesznek dolgok. Velünk kapcsolatos híreket is olvastam. Igen. A Morning Show-val kapcsolatos, az NMA-val kapcsolatos is. Mindenről napra kész vagyok, gyerekek. Igen. Internet azért volt, úgyhogy mindent tudok. Most meg vagyunk bocsájtva, vagy most mi van? Most én nem tudom, hogy hol tartunk. Én azt olvastam, hogy a hátadat vizsgálták, amikor a pupodon röhögtünk, lakossági bejelentés alapján, igen. Ez körülbelül olyan lehet, mint a Blicknél olvasóriporter. De hogy nem is mondtunk semmit, a pupodon röhögtünk, de nem találtak benne semmi kivetni valót, hogy mi röhögtünk a pupodon. Pedig ott azért. Úgyhogy ezt most megúsztuk. Hál' Isten, ezt olvastam, hogy ezzel most meg vagyunk. Nem, baj, jó van. Az a lényeg, hogy nekünk is van egy erdősinénk. Azt is olvastam, azt is láttam. Hát nem tud az ember úgy elmenni, hogy azért ezeket ne kövesse előbb-utóbb. Na, Júliban minden oké, mindenki egészséges. De mindenki megvan, Júliban nem nagyon lesz, mert egyébként pályaválasztási nevelési tanácsadóhoz kell menni, írni. Nem öreg már levele. Én is azt kérdeztem, hogy mennyi idősen már tudja, hogy találja már ki, basszus. Lassan 40 éves most mázi valami találja magát. Berángatták a gyereke, a 4 órán keresztül fognak, azt mondom, 8 éves a gyereke, vagy 9, valami ilyesmi. Hát az is már milyen dolog, most egy ekkora gyereket 4 órán keresztül fognak ott zaklatni mindenféle értelmesnek tűnő, vagy kevés értelmes kérdés. És az anyukának benn kell lennie. Ezt tegnap panaszolt el egyébként, hogy most neki ott egész délőtt ott kell ülni. És akkor megmondják, hogy a gyereknek mihez van affinitása? Hát, vagy nem tudom, mi lesz, igen, vagy hogy mi a baj vele. Hát a gyerek 6-7 éves, hát mi... Ráér még én is. Hát mit kell még gondolni, hogy menjen el egy általános iskolába, nem? Ha megkérdezett, én rögtön mondtam, hogy elektrosok. Kössék a fejére, aztán működik. De tényleg, hát ezt nem 14-15 évesen szokták. Hát 7 évesen bevegy egy általánosba, aztán az még járja, abból nagy baj nem lehet. 14, majd ott ráér gondolkozni, de most már van olyan általános iskola, ugye, ami 18-ig tart, tehát hogy ilyen összemondható. 8 plusz 4, vagy 12. És akkor még annak a végén is ráér gondolkozni, majd biztos elmeséli jövő hét kedden. Na majd elmondja, hogy mi volt. Stallone maga az Oscar, Peti írta nekünk egyébként így. Na, azt nézem, hogy van-e valami friss, ami a közlekedést illeti ilyen korán reggel, de egyelőre nyugi van. Úgyhogy jó reggelt. Itt van, minden korán ébredtek a rendőrök, mert már is mennek az M3-oson, a 106-os Kavicsnál, Bolkutnál, Budapest felé, csak óvatosan arra Szabesz küldte nekünk. Hajdunánás Tedejen a vízműnél trafiznak a rend éber őrei. Egyelőre szervamentes a reggel, írja nekünk valaki. Hát szerva és fonákmentes a reggel. Igen. Volt szó teniszről? Nem. Pont azért örültek a hallgatók, illetve egy-kettő így megjegyezte, hogy így köszöntek be, hogy szervamentes, jó reggelt. Szervamentes, felélegzett, mindegy, egy ország felélegzett, hogy nem lesznek teniszhírek most néhány napon keresztül. Megnyugtattunk mindenkit, ahogy visszajössz, és van nemzetközi verseny. Ha nem akarjátok, nem nyomasztalak benneteket. Megbütötték Rogert, az a helyzet. Úgyis nyomasztalak, tudod. Roger átesett a térműtéten, és a Monte Carlo-i Rolex Masters-en már visszatér. A mankós vonákot nagyon jól üti. Na, mutattunk valamit a tegnapi napból? Vágtunk azért? Már, de mutathatunk még egyszer, egy nagyon cuki sztorira bukkantunk. Egyébként egy apuka a második gyerekével száguldozott a kórházba, aki még akkor ugye szokott helyén, tehát édesanyjában volt. Elindult azonban a szülés, és a bonyhádi mentősök elindultak. Egy mentőautó elindult, és fele úton találkoztak a kórházban, és az apuka egy Facebook bejegyzést tett közé, hogy nagyon szeretné megköszönni a mentőseknek, de nem tudja, hogy őket elérni, sehogy nem tudtak összejönni. Hát ki volt, aki összehozta őket? Na ki? A Morning Show. Ennyi. Ennyi, gyerekek. Érted? Megint kifújtátok a szakmaórát. Szolgáljuk, persze. Ennyi. Alázat, munka és szorgalom. Csak a jót tesszük, amit nem mondták. Csak a jót. Ebben a sorrendben. Na, megmutatjuk akkor gyorsan, hogy mi történt velünk tegnap, jó? Aztán még jövünk vissza Ákos hírei előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Valaki csak annyit ír, hogy meghallotta a hangomat, kérjük vissza Dombit. Gyerekek, sajnos a rossz hír, hogy nem tudjuk visszaadni. Még egy ideig úgy néz ki, hogy
Úgy néz ki, hogy maradok. Na, sokan jelentkeztek már játékra. Köszönjük szépen, hogy állunk. A múlt hetet megnyertük, ott egy játékunk volt. Az, tehát egyes. Az a miénk, most 2-1-re vezetünk. Igen? Per muszáj volt, tegnap mondtam, hogy vagy visszük az egy napot, vagy olyat kapunk tőled, hogy megemlegetjük, hogyha egy ilyen vesztésre álló héttel jössz vissza, úgyhogy 2-1-re vezetünk. Ajajajajaj. És most nyilván két napig te játszol. Nem, most tudom. Mindentől kezdve semmit tudom, most tízig én beszélek, én játszom. Tegnap mondtuk, és egy nagy élménybe számoló gyerekek, készüljetek, csak a Balázs, mindenkinek hiányoztál, kaptuk SMS-ben, hogy gyere vissza. Hogy egyáltalán fél hétig megszólaltatok. Tehát, hogy így nem az volt, hogy negyedkor megnyomtam a gombot, és fél hétig csak én beszéltem. Még hát egy fontos dolgot nektek. Várunk az ajándékot, igen. De hát az... Mit szokott hát mondani, Bali? Igen. Az hogy... őszinte semmi. Az álszent ajándéknál sokkal jobb, az őszintén semmi. Nem, én azért sok szeretettel nektek. Finom? Na, nagyon jó lesz. Én továbbra is bízom benne egyébként, hogy az a terved, hogy az elmúlt évek nyaralásaiból hozott ajándékokat majd egyszerre, amikor elbúcsúzunk egymástól végleg, akkor megkapjuk így egyszerre, hogy beáll majd ide egy teherautó, egy ilyen nyitottlatos zil, vagy üres, akkor lepakolják a sok-sok ajándékot, amit az évek során hoztál. Most volt egy jó ötletem, és ezt mondtam is Vikinek, hogy ezt elfelejtettem. Nem, azt akartam csinálni, csak ugye tegnap jöttünk haza, és így az átállásnak, ha elég macerás napunk volt, elég fáradtak voltak a gyerekek, hogy elviszek 10 tök jól sikerült képet, és kinyomtatom. És belerakom nektek egy-egy albumba, és odaadom. És majd előveszem, hogy na, most kivételesen hoztam nektek valamit. És így várjátok, hogy valami kis ajándék, és kaptok egy-egy fotóalbumot. És még mindig azt hiszitek, hogy valami... És akkor, hogy mit tudok, én itt, én ott. Ülök a repülőn, eszem egy mangót, ide megyek oda, ezeket csinálom. És akkor elvittétek volna, csak az, hogy nem tudtam tegnap eljutni egy olyan helyre, ahol ezeket ki tudtam már nyomtatni. Figyelj, küldd át a Zsülnek ezeket a képeket, és csinálja azt, hogy mindenkinek a számítógépére ilyen slideshow rendszerben így fölrakja. Hogy ahogy kapcsoljuk a képet, jönnek egymás után a képek, hogy fekszel a medencének a partjára, hogy kompromitáló fotókat csináltam direkt. A naplementében, ilyen fehér lemvászon ruhákban mezikláv. Az ananász kókuszra cserélik, tudod, és akkor ezekből kaptatok olyan ilyen 15-15 képből álló fotóalbumot. És rossz kedvetek van, esik az eső, vagy úgy gondoljátok, hogy most ugye nem olyan a dolog, mint amilyen lehetne, akkor ezt kinyitjátok, és azt látok, hogy tök jó. Szép az élet. De jó. Csak nem tudtam tegnap megcsinálni, mondom, ám vagyok elég tökös. Örültetek volna egy ilyen? Persze. Hát én mindenképpen örültem volna, hogy zavaros tekintetten nézel a ladyboyoknak a karjába. Igen. Ó, Istenem, meg kellett volna csinálnom. Na jó van, fél hét múlt, pontosan 2 perccel, Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Ha van közlekedési híretek, küldjetek, ha játszanátok, akkor jelentkezzetek a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Valaki megírta a tutit, még mindig Shakira a legjobb. Így van, bár ez Pink volt, de én szeretem az ilyen típusú SMS-eket. Ha humor azért, smiley-jel küldte. Ha nem, nincs a smiley-jel, akkor meg azért. Mert azt a típusú SMS-t is nagyon szeretem. Még mindig Shakira a legjobb. Ez Pink nagyon volt, jó, nagyon jó. Jó, tudom, de akkor is Shakira szeretem. Próbál belőle kijönni. Van ilyen, ma reggel is jött például levél Anettnek. Hát gyerekeket, ettől jó, szép ez a dolog, igen. Nincs trafi az M3-ason, a 106-os kilométernél ez zékülte nekünk. Frontális karambol a 471-es főúton Debrecen és Hajdúsámson között. Sámson kertnél rendőrség még nincs, alakul a dogó. Ez Zoli küldte nekünk, valamint Paks téglagyár trafi, ezt Krisz küldte. Na, megnézzük akkor, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello, szia. András! Honnan hívtál minket, András? Hát én Sárított vagyok, de most itt vagyok, Szekhalomba jöttem, suliba. Suliba mentél? Uh-huh. Igen. Milyen suli ez? Szakközépiskola és gépészet szakon vagyok. Gépészet szakközépiskola. Ez jól hangzik. Kivel szeretnél játszani? Janival szeretnék. Ez az! Ezt nagyon szeretem, mert a két srác nem láttad. Hátradőlve, szivarozva, feltett lábbal néz rám, kérdő, hogy hozom-e a játékot. Erre jön a játék, és azt mondja, Janival szeretnék. Hello. Ez egy fél ajándék. A pult alól. Hát kimentünk a Janival. Így van, üssétek csak őket tovább. Ne csináld ezt! Hagyd dolgozzanak! Itt pihen, másfél hétig nem volt. Gyerekek, nem áll. A hallgatók akarata szent. Legyen ez! Azt! Legyen ez!
Mi a bajod a Balázssal? Hallottam, hogy nem volt azért, mondom, hadd pihenjen még egy. Nagyon rendes, hogy hadd rázódjak vissza, hadd vegyem föl kicsit a fordulatszám. De hát hello, amit eszel iszol. Annak pont az a lényege, hogy pihent, érted? Feltöltődött, most tetrekész, tele van energiával, hát bele kellene. Na mindegy, jó van. Már indítom is az órát. 3-2-1, tessék. Szóval azt mondtad, hogy szeghalmi vagy? Szeghal, vagy hát... Ott vagy Sárét most? Sárétudvari vagyok. Sárétudvar. Sárétudvar az melyik megye? Hajdú-Bihar megye. Amúgy tudtam. Tudtad, hogy tudtam? Persze. Ja, minden nap, mennyi utat kell megtened? Vagy kollégista vagy? Kollégista voltam, de kiiratkoztam belőle. Jelenleg kiiratkoztam, és egy 35 percet utazok minden. 35 perc. Busszal, vonattal? Vonattal. És utána biciklizek be a suliba. Biciklivel? Az állomástól? Persze, nincs olyan messze. Saját biciklivel vagy, amit találsz? Tessék? Saját biciklivel vagy, amit találsz? Persze, sajáttal. Ja, és milyen gépész lesz belőled? Arra gondolok, hogy milyen szak? Általános gépész, igen. Hát, és... is vagyunk, de már... Na most mit csináljunk? Nálam már leketyegett. Leketyegett már, úgyhogy egy percen túl volt, amit mondtál, mármint a tiltott szó. Úgyhogy... Igen, úgyhogy megadjuk az ajándékcsomagot, jó? Na. Köszönöm szépen. Na látod. Nem volt erős, de most, hogy ugye Balázs békén hagytad, nyilván nem fogja megóvni. Nyilván nem veszem el az ajándékcsomagot, nyilván lett volna még 43 másodperc, beduratottad az égen, de megadjuk. Nem, egyébként tényleg indult már a taps, úgyhogy ez időn kívül volt. Tiltott szót mondtál, de megadjuk, mert hogy már nem gondoltam volna, hogy túl volt, mert nagyon hamar elment nekem, vagy gondolom azt, hogy reggel mondtam. Vagy jó nektek, én 3 évnek éreztem, de abszolút, nincs ezzel baj. Nem volt gyors saját. Én megittem a teámat, megettem a zavomat, küldtem 2 SMS-t, csináltam 3 fotót az Instára, ti még nyomtátok, úgyhogy... Állni látszott az idő, bár a szekés alatt. Igen, csak te érezted rövidnek. Jól van, megvan az ajándékcsomag, küldjük, jó? Jó, köszönöm szépen. Oké, okay, köszi, ciao. Szia, szép napot. Hello. Ciao. Akkor így. 2-2. Jó, holnap megérkezem, jó? Jó. Holnap okay. Jövök, rendet teszek, jó? Nézem most ezt a kis aranyos csetlés botlást, amit itt csináltok, és akkor holnap bedurratjuk a rakétákat. Jó, holnap megérkezem. 2-2. Rendezzük ezt lehetőséget. Figyeljetek, hogy úgy éreztem magam tényleg, mint akit elküldtek nyugdíjba, és aztán szólnak nekünk, hogy fél Janikám, gyere már be még holnap, mert elnéztük a dolgot, mert hogy... Láttam, hogy feltett lábbal mulatjátok az időt, és azt gondoljátok, én játszom, ezért volt nagyon jó a játékos választása. 4 perc, ma pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk már újra hárman, mindannyian kipihenve, szarkalábak, ráncok nélkül, pihentetek én is, mindenki, úgyhogy újra együtt a csapat, és új út erővel nekivágunk ennek a csodálatos csütörtök reggelnek. Így hogy gondoljátok? Igen, is? Köszönjük szépen! Hát annyi voltunk, hát pihentetek, hát gyerekek, megéltük a szabadság örömteli pillanatait, akkor most adjuk át magunkat újra a munkának. Jézus, ja, ti nem voltatok. Hát ez... De egy kicsit voltunk azért. Ez egy kicsit voltatok. MSZMP hanyadik kongresszusáról van. Hatodik tisztújító párt kongresszusáról hozom ezt a kis szöveget. Na, szóval, hogy újra együtt vagyunk, így van. Köszönöm szépen azt a rengeteg aggódó SMS-t, hogy hol voltam, szám szerint egyet. Az is anyukám minden. Drága mama, meg vagyok. Köszönöm szépen. Annak pedig oka volt, hogy a mamának nem szól senki. Nagyon-nagyon jól esik az a sok-sok újongó SMS, amit küldtetek, hogy visszatértem, szám szerint 2. Nagyon, az is nagyon jó. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy a 6-os út Potyka Petert belterületi részén a nyárfa árnyékában ott fityeg a lézer. Széna a WC papír árus küldte nekünk. M3-as Pest felé 106-os kilométer benzinkúton a kutya sem mér. Itt megy egy csata most, hogy mérnek vagy nem mérnek az M3-as 106-os kilométerénél. 45 SMS, hogy mérnek, 46 helyre rakó SMS, hogy nem mérnek. Lehet, hogy a másik oldalon jönnek azok, akik azt írják, hogy nem mérnek. Lehet. Nem tudom, minden esetre nagy csata megy. Galaxis Gabi küldi nekünk, hogy Almár és Fűzfő között mérik az almári felől érkezőket, valamint Székesfehérvár előtt baleset a tavaknál Mór felől.
Ezt Miki írta nekünk. Aztán 471-es főút Debrecen és Hajdúsámson között frontális karambol, rendőrség még nincs, alakul a dugó, és a téglagyárnál Pakson van egy trafink. Ezt Krisz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na végre egy jó kis tupek jött. Igen, is nagyon szeretjük. Igen, csak egyszer legyen már szombat, amikor ti is dolgoztok, ha munkanap van, így olyan elkeserítő, ez a kis öröm kimarad. Igen, most a március 15-öt fogják szegények ledolgozni. 14-et, ugye? Az egy hétfői nap, 15. Így van, és akkor azt most pótolni kell. Igen, hát veletek leszünk. Lélekben, mindenféleképpen. Így van. Tehát miért nem ugrasz be egy három óra egyedül. Három órás monológra a chemtrailről. A chemtrailről és a teniszről. És kiderül, hogy statisztikailag megugrott az öngyilkosság száma. Melózni kell, és ezt hallgatom. Melózni kell, ráadásul ezt hallgatni, igen. Steel kérdezi, hogy jó reggelt, Bali, tudod, miért jó a gél memóriája? Mert ami gél el nem felejt. Nem áll. Ami gél el nem felejti. Ugye, ez akár egy ebben a szám is lehet, de hűtve. Ami gél el nem felejti. Na, nagyon-nagyon sok postai küldeményem van, és még nem volt tegnap elmenni időm a postára. Van ajánlott, mi? Van egy csomó ajánlott levelem. Ezt hogy utálom. De nem mertem megnézni, hogy mi, és most szembesülök a hírekkel, és kicsit elkezdtem aggódni. Elkezdtem aggódni, és mivel tegnap jöttem haza, délelőtt vagy kora reggelén egy pillanatra belétek hallgattam, amíg nem sercegett az adás, mert elég rossz a rádió. Nem volt jobb dolgod? Pihengetni a benzin. Nyugizni, menni a magyar újságot. Nem mindig jöttetek jól, és hallottam, hogy beszéltetek róla, de kicsit aggódom. Ugyanis vannak ajánlott leveleim, és még nem tudom, hogy honnan, de félek tőle, hogy a Honvédségtől is kaptam levelet, és most komolyan mondom, meg vagyok ijedve. Veszélyeztetett csoport, mert ugye neked van egyedül nagy méretű. Állítólag ezeket a leveleket most kézbesítik, és ugye arról szól, hogy ha a Honvédségnek szükség van az autód, de erről tudom, hogy ti tegnap két maratot beszéltetek, de hál' Istennek nem vagytok érintettek, viszont én igen. Igen, hát ugye a tiéd azért az mégis egy városi terepjáró, és hát elég jó kondíciókkal megáldott gépjármű, ráadásul fekete, és egy háborúban azért halottas kocsira is szükség van. Na most, ugye engem adatszolgáltatásra köteleznek, vagyis mi történik? Kapok egy ilyen levelet a Honvédségtől, reagálnom kell rá, ha nem, akkor eleve megbüntetnek. Bünti. Tehát szeretnék rá reagálni, ha megjött, ma megyek postára, és megnézem, hogy milyen ajánlott leveleket kaptam. De hogy állítólagosan ugye, a Magyar Honvédség nyilvántartásba vett már egy csomó autót. Hát elviekben igen, de hát gyakorlatilag ugye Szlovákiába jelentesz. Attól függ, melyik rendszámot teszem föl, a németet, a szlovákot, a polgárt, a román, tehát milyen rendszámmal közlekedik. Hát ott van a német rendszám, mégis csak jobb szerintem a Bundeswehrbe szolgálni, mint a Magyar Honvédség. Na most ez azt jelenti, segítsetek, hogy én ülök a kis autómban, érkezik majd a Honvédségtől egy jó napot kívánok, erőt, egészséget, tisztellegnek nekem ott reggel a kapuban. Nem, mert nem, hogy konkrétan, nem, hogy reggel, amikor beszállsz az autóba, hogy már bennül valaki. És akkor azt hallod, hogy tesó, jó reggelt, erőt, egészséget, erőt, egészséget. És ott áll mögött egy szakasz, akik már arra várnak, hogy beszálljanak a járműbe. Ez egy csapatszállító járműnek kell a te autód is, ugye? Tehát ugye azért kellenek ezek, nem feltétlenül a támadás megindítására. Csapatszállító jármű. Tehát tudják, hogy neked milyen autód van, itt kezdődik, hogy lekérték az összes adatot rólad, ami egyébként nem tudom, hogy már önmagában mennyire korrekt. Tehát tudják, hogy te hol laksz, hova kell menned. Igen, bevételi céllal ők ugye ezt lajcsomba vették. Tehát nyilvántartásba vesznek. Milyen az autód, mekkora, hány ember fog majd elférni benne, és alkalmas-e a támadásra. Mondjuk viszem a Wikit szülni. Tételezzük vele ezt a helyzetet. Viszem szülni. Ugye ez most nem egy életszerű helyzet. Gratulálok. Jó, hát valahogy be kellett dobnom. Még van egy pár hónap. Jó, akkor beszéljük arról, amiről beszélni szeretnél valójában. Igen, jön a harmadik gyerek. Viszem szülni. Állok ki majd a kertből, és onnan, jó, erőt, amit te is mondani, erőt, egészséget, álljon meg Csemestén egy pillanatra. Egy. Szeretnénk elvinni az autóját. Kiszállítom a terhes feleségemet, és végignézem, hogy egy csávó, mondja már meg, hogy kell automatát vezetni, mert rohadtul nincs autó. Nem akarom megállni, 11-es, egy kiemesztőlövést, hogy adjon már a jármű elé. Tegyük délbe az autót, engedjük föl a féket, és finom gázzal induljunk el, az automatának van egy alapjárata, és meg végignézem, hogy beveszi az első kanyar, vagy jön egy űrige, és elviszi az autómat. Mi történik ebben az országban? Két hete miután nem voltam. Kell neked elmagyaráznod egyébként, hogy mit kell tudnod meg, hogy kell vezetni a járművet, mindent tudnak már róla. Hiszen neked mindent le kell jelentened. Aztán minden év márciusáig. Így van, hogy a tiéd-e az autó, nálad van-e? Nagyon fontos, hogy
azt is mondanod kell, igen, hogy működik-e a kocsi. Most és... ezt nem tudod mondani. Na de most mi van benne nekem egy pajzs? Még oké, működik, de teszek bele egy olyan riasztórendszert, ami csak az én. Kétszer húzom az ablakot, háromszor meghúzom, négyet pötyögtetek, és négyszer megnyom a vészhillót. És én azt a kódot mondjuk nem adom át. Akkor végignézem, hogy emberünk beül az autóba, és az első busz megáll, utána slattyogok, és azt mondom, oké, tesó, kipróbáltad, látod, hogy nem működik. Na, add vissza szépen Balinak akkor az autót, mert rohadtul be kell jönnem a rádióba dolgozni. Akkor elvisznek? Akkor a következőt lehet majd látni. Hát az eszem megáll. Ha éppen a legközelebbi hat kiegészítő parancsnokságra gyalogolsz be, majd ilyen tarkóra tett kézzel, és mögötted valaki lépeget egy kalasnyikovval, mert elvezetnek, ugyanis az állampolgári kötelezettségnek nem feleltél meg. De mit akar a Magyar Honvédség ezzel az autóval? Azért ritkán látunk olyan tudósítást, hogy nem tudom, Afganisztánba vonul a német hadsereg egy Volvo-val, egy X6-ossal, egy Range Rover-rel, egy Audi-val, és akkor tehát ezzel bebizonyítjuk, hogy a Magyar Honvédség milyen jó állapotban van. Hogy és külföldi tudósításokon látjuk majd, hogy amikor háborús helyzet van, akkor mit tudom, 3000 terepjáró, mint egy ilyen nagy Audi találkozón, vonul a határ felé megvédeni a magyar lakosságot, és az ott a kocsi, ott van. Viszik az automat. Nézd meg, kifizettem az adót, megvettem, leadóztam a pénzből, fizettek mindenféle súlyadó, ez az, mit tudom, hogy mennyi minden fizet. Légy színelő, értek szép, vigyázzatok az autóra. Az összetartozást hát keresik ezt, hogy érted, hogy ha gond van, ha baj van, akkor mi mindegy, mit vonulunk. Vagy, és az összes, igen. Egyébként lehet, hogy mi is ott vagyunk, csak úgy van, hogy szerintem minden egyes gépjárműnél meg van határozva az, hogy milyen célra használják fel. Ugye Balázs, mondom, az adottságaiból kifolyog meg, hogy fekete az autó, akkor valószínűleg halottas kocsi lesz, ha milyen kémelő, meg oda van írva, hogy fedezék. Nem vagyok veszélybe, hát a Feri kis kétüléses, kis ponyvatetős kábriójában abban megfőznek egy nagyon, nem tudom, löncsfús bogács. Elárulom neked, hogyha az első szélvédőre fölraksz, fölhegesztesz egy vascsonkot, akkor arra pont rá tudsz tenni egy valamilyen gépfegyvert, és ugye nincs teteje, tehát tud állni a csávó, aki körbe lövi. Hát vagy, hogyha egy emelkedő tetején megállsz, vagy valaki egy benzinnal, akkor érte, akár működhető is, mint az a tüzes kerék, ugye az egri csillagokban. Rettegek, én ma megyek, mondom, a postára, hát remegő kézzel fogom felbontani a levelet, ha Magyar Honvédségtől jön. Kettő dologra gondolok, hogy újra meg kell vonulnom, hál' Isten nem. A kettő, hogy át kell adnom majd egy adott pillanatban az automat. Az igaz, hogy teli tankkal kell átadni? Na, igen. Ezt akartam. Na, de az hogy? Itt a hajnali hatkor kopognak, hogy kell a kocsi. Oké, itt van egy molkut, leugrani gyorsan, mert megtanulom, ha 3000, akkor gyorsan még megtankolom nekik az automat. De mostantól úgy éled az életedet, hogyha 100 kilométert elmentél, azt tankold vissza mindig. De mi az, hogyha nincs éppen nálam annyi pénz? Tehát tételezzük fel, hogy valakinek nincs otthon a háztartás annyi pénz, hogy mondjuk 50 000-ért teletankolja, 40 000-ért, 30 000-ért az autóját, akkor megvárja Péter tizedes, amíg te lelötyögsz egy benzinkutra, megtankolsz, majd utána elviszi az autódat. Igen, és oda van írva a zárójelbe, hogy nem csak ilyen, nem tudom, átlagos 95-ös, érted? Mi nem tudnak tankolni? Oda írja már elő, hogy Evoneo, opcionálisan nitrobusz. Két dolgot feltételezek. A Magyar Honvédségnél vagy nem tudják, hogy kell tankolni, vagy nincs pénzük tankolni. Ez utóbbi inkább. Talán az utóbbi az. Ugye, tehát nem tudok másképpen elképzelni, hogy nincs álló lóvé. Az értenek, én ezt tapasztaltam annak, én még katona voltam, hogy a benzint hogy kell kezelni, hogy kell átönteni készülétautóknak a tankjából, marmonkannákból is kivinni a kerítés, ez értenek. Tehát látok egy szituációt, ebben egyébként tényleg jó. Látok egy szituációt, hajnali 3-4-6-kor ül bent egy sapkás honvédségi tisztnek öltözött ember a kocsimba, én pedig keréknyomást ellenőrzök, megtankolom és lemosom a szélvédőn, a saját autómon, és vigyázválok, és megnézem, hogy kigurul a benzinkútról. Igen. Tesó, oké, 2-4 van a kerekekben, minden rendben, föltöttem, tettem bele 1 liter olajat, tele van tankolva, sok szerencsét, jó utat. És elmegy az autó, ablakmosó, megvan, hagyáló, minden rendben, kerekek fölfújva, jó, sok sikert. Jó utat, egészséget, fölgyőzelem. Ne arra, de te parom. Automata ne nyom neki, úristen. Jó, hol tartunk? Mi történt itt, amíg nem voltam itt? Ha szerencséd van, akkor egyébként ugye az autónak megnézik a listását, megnézik vagy nem tudom, föl a használt autó.hu, megnézik majd, hogy az autó mit ér, és akkor ennek megfelelően osztják majd, mert lehet, hogy parancsnoki gépjármű lesz belőle, mert hogy hát, drága. Én tudom, a mit csinálok már. Vajbőr. Vezérezőbe súlyt találtunk valamit, ami önnek egyébként azt gondoljuk, hogy nagyon megfelelő tud lenni. És majd reggel tényleg ott állnak majd. Ott áll mi majd van a piros sofőr. Gyerekek? Mi van a piros autókkal mondjuk, vagy a sárgával? Tehát a feltűnő színű. Azt nem viszik el. Én tudom, mit fog csinálni. Festetek rá egy piros keresztet. Egészségügyi autó, ezt nem. Ezzel betegeket szállítunk. Abban megvéded a saját autódat. Fölfestek rá egy nagy piros keresztet. Azt csak nem veszik el, nem? Unikum, de jó. Megisztük. Jön az emberünk, horvát százados, bekopogtat, mondom, tesó, ez egy egészségügyi autó. Hát ezzel visszük, nézek, bejön a garázs, a rohadt nagy piros kereszt. Tesó százados, légy színe, mint az autó. Egy rohadt nagy piros kereszt van rajta. Vérszállítás. Ráírom, fölmatrizázom, hogy vérszállítás. Azt, mert azt csinálhatod civil kocsival. Valahogy meg
keresztel... meg akarom tartani a saját autómat, én nem akarom honvédségnek átadni csak az autómat. Mondom, a keresztel, mert mindegyik autónak meg lesz a maga funkciója, hogy a kereszten az oldala lehet, hogy azt hiszik, hogy céltárgy. Az első lesz, aki egy fizik lövészet. Egyébként is mi baja van a honvédségnek az alfákkal? Tehát mi ez a diszkrimináció? Csak terepjárókat. Mi az, hogy csak terepjárókat? Mire a háború válogat? A háborúban az ellenség nem lő terepjáróra, attól megijednek? Miért nem viszik el az alfákat, miért nem viszik el a Suzuki-kat, azokból is sok van. Mi az, hogy megint a terepjárósokat? Mert az jó. Egrecizoztatják, hát ez nem is értem. Nem akarnak olyanba ülni, ami nem biztos, hogy odaérti, szoktátok mondani. Hát ti vagytok büszkék az autótokra, hogy az alfa mindig lerobban. Hát mi ülünk nyugodtan, kényelmesen, ti meg parázzatok. Ennyi. És mi van, ha történik baj a kocsidnak? Nem, mi van akkor, azt mondom, hogy oké, elvihetitek, de megyek én is. Mert csak én vezethetem a kocsimat. Én beállok, harcolok, de nem szállok ki a kocsimból. Nem majd én viszem magát. Tényleg, ha baja történik, ne adj Isten mondjuk akkor, megnézik listáron, és akkor ilyen biztosító listáron neked visszafizeti? Szerintem nem, mert ez vele jár. Tehát, hogy ez az a fajta amortizáció, ami bele van. De bele van most kilövik a Balázs kocsiját, vagy csak Jézusom, akkor... hát szőnyegbombázza. Sebestyre volt egy kis enyhe szőnyegbombázás, azért néz ki most az autó, hogy kinézed, de itt van, megmaradt az egyik visszapillantó. Na de innen már csak egy ugrás az, hogy visszatérnek majd hazánk fiaik, a harcoltak valahol messzi, nem tudom, Oroszországban, és azt mondják, hogy akkor most az asszonyokat tessék felajánlani kiéhezett honvédség tagjainak. Tessék a feleségeket beszolgáltatni, nem? Hogy mit csináljanak az asszonyok? Hát mert odaadod a kocsidat, ami a sajátod, akkor jön most a honvédség, a kiéhezett, nem tudom, a hazánk fiai a nagy frontokról, és hazajönnek, és akkor majd azt mondják, hogy most pedig az asszonyok. Akkor elveszik az is. Hát ez a te tulajdonod. Nem, hát az a te tulajdonod. Mi az, hogy valaki el akarja venni a tulajdonodat? Ezt értitek? Hát figyelj, szerintem az lesz majd, hogy majd, amikor az ellátó tisztek megjelennek majd, és becsöngetnek mindenhova, és akkor mindenhonnan viszik majd, amit látnak. Valahol tényleg ez lesz. Ne vigyék el ezt az utolsó tyúkon, vitéz úr! Feriéknél meg majd olvasgatják a címkéket, hogy prosciutó. Ez jó, fel tudok ajánlani valamit, hogy ne vigyék el az autómat? Ne vigyék az, van három rú téli szalámi, van egy kis, nem tudom, megybefőtt az édesanyám, tette, vigyék már, ne vigyék már az autómat, basszok. És majd ötti a kiabász, hogy na, az a gyerek csicsókája, ne vigyék sehova! Tényleg lehet majd, én ott bizniszelhetek majd egy szomorú októberi hajnalon ez lesz. Horvát törzsőrmesterrel, aki jön hozzám, simán, hogy elvigye az automat, hogy tesó, felesbe oldjuk meg itt, vidd el a fűnyírót, vidd el a lomszívót, basszus, vidd el a gyerek hintáját, mert nem használja, akkazd le a plazma tévét, vidd azt, hogy nem itt már a kocsimat, basszus. Így majd mennek végig a Kossuth Lajos utcán a hadtáposok, ezt terelgetik majd a disznókat és szuronnyal, meg valaki majd cipel 30 doboz ízét, mit, meg kotyéviákot, a kukorica cornflakes-et, érted? Aztán ennyi. Mi van, elrejtem a saját autómat, és azt mondom, hogy elfelejtettem, hogy hol van. Nem, való leparkoltam. Nem tudom, hogy akkor megbüntettek, azért, mert én elfelejtettem, hogy hol az autóm. Vagy hát nem tudom, hol az autóm. De leparkoltam, mert valamelyik, nem tudom, nagy Ossan előttem, nem találom. Találják meg. Akkor mi van? Ha leltárban van, akkor vége. Figyelj, akkor végem van? Szerintem álcáz az autót. Fess az oldalára a ajtókat, és mint hogy egy fészer lenne, vagy ilyesmi. Vagy egy, hogy hívják? Tényleg. Egy kerti szerszámos. Megcsinálom, egy nagy fűnyírónak megcsinálom. Az nem volt egy autó, de hogy is? Az egy fűnyíró. Nézze meg. Neki van az a fészer, csak oda van támasztva két oldalról, két kerék. Egyébként a honvédség annyira nem lehet rossz állapotban, hogy angol autókkal akarjon kiszúrni magával. Tehát ha az kell, hogy lerobbanjanak, ne jussanak el a frontig, ha ne tudják átlépni az országhatárt, vigyék el, de felhívom a figyelmét, hogy mit csinál. Angol autó, jobb nem szórakozni az angol autóval. Ez, ha ott hagy, akkor ott ez megmakacsolja magát, ez olyan, mint egy jó ló. Nem akar, nem megy. Egy tapottat se. Nem, tehát én vinném inkább a svédet, a németet, hagynám az angolt. Nem baj, kell az angol a senkinek, gyerekek. Nem jó autó az, higgyétek el. Higgyétek az X6-osokat. Az a baj, hogy már eleve, hogyha az autónak a márkáját elkezdik olvasni, akkor azt rögtön látják, hogy NATO kompatibilis, mert úgy kezdődik, hogy Ranger. Ha mit csinálni, mi a terepjáró? Tehát neked van egy egyterügy, van egy hétszemélyesed, van egy családi autód, van egy Volkswagen, tudod, amik oldalt megy az autója, és az már terepjáró? Tehát előfordulhat, hogy kis család megy a Balatóra, hátulül a pöttyös labdával a gyerek, oda jön izé horvátzászt, és kiszállít az M7-esre, állsz a hórod alatt egy gumimatracsal, két pöttyös labdával, meg három piroska szörpel. Na, menjünk, gyerekek, és azt látják, hogy apának az autójával valaki elhajt. Téged meg ott hagynak az M7-esre, amikor mentél Zamárdiba mulatni az időt. Hogy van ez? A dologból, amikor megjelenik jobbról egy kis Volkswagen mikrobusz, rögtön azt hiszik, hogy terroristák és tűzparancsok. Közben meg csak izé, vagy egy horvát főtörzs jött meg az egyik lefoglalt gépjármű.
Na jó, hát érdekes dolog történik. Az ember itt kiteszi a lábát, komolyan mondom, másfél hétre, és arra jön vissza, hogy a görcsben rádul a gyomra az ajánlott levelektől. Hogy lehet, hogy már autóm sincs délután. Hát lehet, hogy már mire hazamegyek, nincs autó. Érted, hogy lesz egy olyan feszültség esetleg, amikor tényleg szükség lesz majd ezekre a különböző civil javakra, hát akkor simán előfordulhat, majd jönnek ott, majd hogy hívják, ráütközve az oldalukra, mit tudom én, egy párna, hogy ne fázzon a derek a Honvédnak, a fején egy Hello Kitty sapka, mert van rajta fülvédő. Érted, minden. Nagymamám nekem mesélt, hogy arra, amikor jöttek az oroszok, akkor sajnos a szép lányokat bújtatni kellett, van, ugye, mert hát sajnos kiéhezettek voltak, hát és ugye nem tudtuk őket megvédeni, el kell bújtatni a szép lányokat, elvitték a húst, elvitték a lovadat. Attól függ, melyiken kérdezik. Mert egyébként ugye a csuklóját egészen a válláig tele volt karórával. Elvitték a lovadat, elvitték a húst, az élelmet, amit volt, az elvitték, és azt egyszer nem is tudtál nagyon mit csinálni. Háborús helyzet volt. Elvitték, hát ez egy kicsit hasonlít. Ki mire gerjedt. Kinek mi kellett? Igen. Csak jövő héten listázzák a disznókat. Utána már csak feketé lehet majd vágni. A telepjárókon általában mozgáskorlátozott kártya van, csak nem veszik el egy rokkant autóját. Ez a megoldás. Végre leszámoltunk a rokkant kártyával. Végre leszámoltunk a szlovák rendszámmal. Mi lesz most visszatér? Ki miatt a honvédség? Nem így van? Minden telepjárókon ott lesz újra a rokkant kártya. Hát mikor mire lesz vagy szükség, érted? Aknamentesítésre elhagyják majd a lábasi országot, ez a Malinovszki-féle módszer, tudod? Igen, érted. Sajnos egy nagyon durva aknamező haladunk át, szükségünk van 1000 malacra. Hajtsátok rá disznókat. Mégse küldhetjük rá a hazánk fiait, ezért menjenek a malacok, és elviszük a tehenet is. Igen. Nyugi Balázs, Robert nem visznek, nem bírja a honvédség a költségvetésre. A szervizelést felcérte nekünk. És a hiteles autót addig fizeti a honvédség? A hiteles autót? Igen, aki ez egy jó kérdés. Vette. Ez egy jó kérdés. Elviszik, és azt mondják, hogy akkor 2 hónap múlva hozzuk vissza körülbelül, vagy addig, akkor... Az megvan, ahogy ültök azért az OTP-be ketten egy ismeretlen zászlóssal, és várjátok, hogy a 26-os számra ne átírathassátok, akkor hogy hova menjen a test? Hova menjen a kis sárga csekk? Mi jövünk, mányos a szám, 110, akkor gyere már, írd már alá te is, akkor ti kapjátok a csekket, ne én kapjátok. De tényleg, hát az eszem megáll. De mennyire korrekt, hogy betelefonálsz majd tényleg a lézére, a hat kiegre, vagy pedig a főparancsnokságra, és akkor kéred, mint tudom én, hogy biztos van ilyen, vagy nincs, mindegy, csak blöfölök, bonyháti vezérőzeredes urat, és akkor vezérőzeredes úr, megjött a súlyadó csekkem, most akkor maguk fizetik, vagy én fizetem, mert hogy esedékes lenne, akkor most a maguké, vagy az enyém az az autó. Elképesztő. Egyébként elképesztő. Igen. De szerintem egyébként az a fontos, egyébként pedig szerintem egy teljesen jogos kérdés még, hogy lesz egy csere jármű vagy sem. Na mit kapok? Na. Kapok egy régi T34-est, ami 100-on leszik 100-at? Nem, pontosan vagy kapok egy Zilt? Vagy kapok egy Lada Nivát majd a honvédségtől? Tehát az a durva, hogy a honvédség csak rosszabbat tud adni, mint amit kér. Ugye? Tehát mit tud adni? Kapok egy kibelezett AK-47-est, amivel a sorkatonai szolgáltató lőttek 8-at. Körülbelül ugyanazok a kondíciókkal, érted? Tehát, hogy nézze, azt nézem, hogy igen, Robert, jó, annyi szervizköltség, fogyasztás, kap egy T72-es pont kompatibilis. Ugyanannyi teszik. Fenntartási költsége pont annyiba kell, és ugyanannyi teszik számot. Mondjuk azzal menő leszek az utcában. Kézzel be. Bali, ha megint 4-kor indul a rádió, vagy 6-ra beérjen. Igen, és ilyen eldübörögsz az utcá. Ki ez? Csak a Bali megy a rádió. Így van. Elment a Bali a rádióban. Bocsi, megy gyerekkel a Népszabiért. Na mi a Gábor? Mi? Cumi, mi? Mi a menő? Hello! Elvitték a Mercedet. Mi Gabi nélkül nekem viszont adtak egy tankot helyette. Oda ne pörköljek aztán át a szomszédba. Lőjék kettőt! Ja Istenem, hát most elmegyek délután a postára, átveszem az ajánlott leveleket, hát nagyon végén. Kíváncsi vagyok. Szólja, nagyon kíváncsi. Ha reggel kell érted menni. Hát a honvédség írt, akkor reggel behozom a levelet. Akkor behozom, mert felolvassuk. És utána megkezdődik az autóbújtatás. Elrejtjük az autót, leparkolok egy kicsit nálad, tehát akkor elkezdem elrejteni az autót. Drága hallgatók, ha kaptatok esetleg ilyen levelet, küldjetek már el nekünk, vagy hívjatok már fel bennünket, vagy írjatok már egy SMS-t, és visszajunk. Ha van olyan hallgató, akinek már jött ilyen levél, hogy ez valóban létezik-e, vagy ez most csak egy ilyen bedobott dolog azért, hogy a magyar lakosság hergelje magát, és ne figyeljen oda számos más dologra, ugye? Ezzel hergeljük a jó népet, hogy van-e olyan hallgatónk, akinek már tényleg jött ilyen levél. Hát nézzük meg, hát ha találunk egyet. Ha egy sincs, akkor az is jelent valamit. Akkor megint csak ijeszgetik a jó népet közben, nem? És nem valós a dolog. Nem visznek. Lehet egyfajta figyelemelterelés. Hogy ki kapott már ilyen levelet, és ha kaptatok, mi volt benne? 555-55-00. Írjatok már nekünk egy SMS-t, vagy hívjatok már föl bennünket. Csak hogy kielemezzük a levél tartalmat, hogy mégis mi a fene van benne. Nagyon kíváncsiak vagyunk. Nektek nem kell félni, tehát szép, hogy mosolyogsz. De milyen jól szórakozol ezen. Figyelj, én azt is szórakozok, de nem. Én picit attól félek, hogy ugye meg fogják találni a funkciót, érted? És akkor a miénk tényleg egyszerűen fedezék lesz, majd beépítik valami sáncba. Érted? Vagy én nem tudom mi. Érted? Mögé állnak 5-en. Arra jó lesz. Igen. Honvédségi Uber?
Lehet, most, igen. Csak ott nem úgy viszik, vagy olyan veled visznek, érted, hanem csak az autót. Megpróbálunk, csak ki kell hordani majd őket a frontvonalban. Megpróbálunk meg, szóval a honvédsége nem egyszerű egyébként, meglehetősen nagy a rendszer, és nagyon bürokratikusan kell őket megtalálni, hogy valaki nyilatkozzon. Meg nagyon hosszú a körülmények, a válaszok, és nem hiszem, hogy befejeznénk 10-ig. Azt én sem gondolom, hogy valakit tudunk találkozni, de holnapra, hol találni, de holnapra megpróbálunk valakit megszólaltatni az ügyben, aki illetékes, és nem passzol le bennünket, hogy mondják már el tényleg, hogy mire gondoltak. Hát valaki szólaljon meg az ügyben, megpróbálunk valakit keresni, megkérdezni, hogy mégis mire kell az autó. De adáson kívül, mert hogyha betelefonálunk a honvédséghez, akkor biztos az van, hogy előtte meg kell hallgatnunk a Radetzky marsot az autómat. A kapcsolási hátra lévő 4,5 óra. Mi van ott a BKV bérleteddel? Azt nem vihetik el? Az én Hát az mekkora csapat szállító? Hányan férnek el egy buszra, egy kékre, 80? Jó napot kívánok! Az információink alapján maguknál van még 4, azaz 4 darab vonaljegy, lefoglalnánk ahhoz a szolgálatát. Igen. Drága hallgatók, írjátok meg, tessék, mondjuk titelezzük fel, hogy mindenki autójára szükség van. Mit ajánlotok fel cserébe, jó? Bizniszeljünk, győzzük meg a honvédséget, mint egy jó Jedi trükk, nincs szükség a mi autónkra. Ellenben adunk valami más. Ki mit tud felajánlani, jó? Nézzük meg, háborús helyzet van, a kocsithoz ragaszkodsz, mit ajánlasz föl cserébe, írjátok meg nekünk. Jó, ki mire gondol? Mivel kötne egyességet a honvédséggel, hogy próbálná őket elterelni attól, hogy ne vigyék el az autóját, mégiscsak kell. Jó, mit ajánlanátok föl, írjátok meg. Egy jó kasz, aki egyenesíthetik, ha gondolják. Jó, írjátok meg, mivel bizniszelnétek, mit ajánlanátok föl cserébe, mi pedig jövünk az SMS-ekkel, Ákos, hírei után. 3:48 lesz pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye érdekes hírről beszélgettünk, én ezzel csak most szembesültem, amikor hazajöttem, és kicsit remekbe megyek majd délután a postára. Jött-e levél a Magyar Honvédségtől, mert állítólag, hát én még mindig hozzáteszem, hogy állítólag. Tehát aztán egyre többen érdekel, ez nem csak állítólag. Ugye levelet kaphatnak egyes jármű tulajdonosok a Magyar Honvédségtől, hogy nyilvántartásba veszik a kocsiját, rendszeres adatszolgáltatásra kötelezik, és mikrobuszokat, teherautókat, terepjárókat listáznak. Ha egyszer a honvédségnek erre szüksége lesz, akkor a tulajdonos nem tehet más, mint átadja a sluszkulcsot, és ez még eddig nem történt meg a tárca szerint, viszont bármikor megtörténhet. Most belistázzák te kocsidat, ugye már átveszed a papírokat, visszaküldöd, és holnap után egy katonai ruhába öltözött csávó, ahogy te hajtasz ki a garázsból odáll, hogy jó napot, Sebestyén, jöttem a kocsiért. Mit fogsz csinálni? Átadod? Hát persze. Csak mondom, hogy ne vegyél rá matricát, mert nincs rajta basszus, és nem fogok fizetni esetenként 15 000-et. Jön megint az M1-esek. Mit csináltak az M7-esek? Mi megy az M6-osról? Hagyjon meg már 1-5 000-esek. Vegyetek már egy idén, megy a matricát, basszus. Úr legyen kedves, már ne hajtsanak, már tényleg csak másodrendű útokon menjenek, már most már tényleg a harmadik rohadt csekket. Gyerek, valaki most már csinálja, amit értem a honvédséget, de egy rohadt éves matricát vegyetek rá. Képzeld el reggel, ahogy ülsz az autóban, és megy fel a garázsnak az ajtól, és kint állnak ilyen, hogy hívják, ilyen álcázó festékkel lekent ilyen izékén, ilyen kommandos. Segítetek, sátor! Jöttünk a kocsidél. Na, van egy hallgatónk, aki kapott már ilyen levelet, mert ugye kértük, hogy telefonáljon valaki, aki tényleg kezébe fogott már ilyen levelet, és esetleg lajstromba vették az autóját. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao! Zsolt vagyok. Hello, Zsolt! Na, ti már kaptatok akkor ilyen levelet ezek szerint? Igen, a cégünk, a főnököm a múlt héten beszélgettünk vele, és azt mondja, nézzétek meg, mit kaptam a katonaságtól, még röhögtünk is rajta, mert hát ugye 60-hoz közel van, mondom, hát most akarnak téged bevinni. És azt mondja, hogy nem, hanem... És akkor elolvastuk a levelet. Hát valóban arról szól, van nekünk egy kis buszunk, egy transport, egy kis busz, ami 9 személyes, és azt a lajtromba szeretnék venni, tehát erről kértek tájékoztató adatokat, tehát ők valószínűleg tudták ezt, mert, tehát hogy milyen gépjármű ez, mert ugye nekünk küldték ki, de hogy milyen állapotban van ez a gépjármű, hogy erről nekünk adatszolgáltatást kell feléjük nyújtanunk, és ugye ez minden év márciusig ezt meg is kell tennünk. Tehát ez nem csak arról szól, hogy egyszer megteszed, hanem minden évben nyilatkozol erről. Azt a minden. És akkor ez létezik ez a dolog. Konkrétan beleírták az autó típusát? Konkrétan. Hát a típusát ugye a rendszám alapján meghatározták, hogy megmondták a rendszám, vagy írták a rendszámot, és milyen típusú gépjármű, és ez érdekelné őket. Hát mi azon derültünk jót, hogy ez nekünk egy x-edik gépkocsi, ami olyan állapotban van, hogy éppen nincsen fölbakolva. Hogy azért megnéznénk, hogy meddig jutnának el, talán az utca végéig, és akkor nagyon nagy bajban lennének, de hát
Igen, nekem is van barátom, akinek fuvarozó cége van, ő elmondta, hogy 13 autóját már Lajstromba vették, és 3 autóról pedig folyamatosan jelenteni kell, teherautókról van szó, hogy milyen állapotban van. Hát a teherautó az még azért valamennyire talán indokolható, hogy az kell, visznek vele, szállítanak vele dolgokat. Itt az X6-osok, a Volvo terepjáról. Hogy akkor megkérdezném, hogy akkor miért adták el? Tehát én elhiszem, hogy fenntartani nagyon nehéz az autókat, akkor nem kellett volna talán nulla értéken eladni a gépkocsikat, és akkor most nem kéne Lajstromba menni semmit. Hát igen, de azért ezek mégiscsak jobbak, hát valószínűleg érted, azért ők is a minőséget próbálják. Nálatok lehet, hogy volt egy ilyen mellényülés, de lehet, hogy a többi gépjárműben be van írva például az, hogy nem dohányzó, első női tulajdonos. Garázsban tartott, akkor veszélyben van a kocsim, az enyém garázsban tartott, kevesen futott, nem dohányzó. És női tulajdonos. És női tulajdonos, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Okay, köszi, ciao, hello Zsolt, hello. Na, nagyon sok hallgatónk írja SMS, mert kérdeztük ugye tőletek, hogy ha mondjuk ez a dolog megtörténik és kiterjesztik minden autóra, nem csak terepjáróra, mikrobuszokra, teherautókra, akkor ti mit ajánlanátok föl cserébe, hogy ne vigyék el az autót, hát ez mégis mindenkinek a magántulajdona kell, megdolgoztatok érte. Adózott pénzből vette az ember, hát adjunk valami más, ne vigyék már el az autó, drága honvédség. Ki mit ajánlana föl? Nagyon jó SMS-ek írtek. Vihetik az asszony meg a fiátom. Tökéletes kombináció, mindkettő állandóan rossz és drágán javítják. Brown küldte nekünk. Ha elviszik az autód és összetörik, ugrott a bónuszod? Vagy ráverik a gépkocsi vezetőre? Jó a kérdés. Az is tényleg a jó következő a kérdés. Autódnak a felelősségbiztosítása az duplája igen. lesz. Én egy 18 éves működőképes camping biciklit ajánlok fel a honvédségnek. Egy kerékpáros százalot simán fel lehet állítani. Igen. Autót nem tudok a hadsereg rendelkezésére adni, de van egy piros-kék pálma márkájú gumimatrac a 80-as évekből. Azt vigyék a normandiai partraszállásnál. Újra nagyon jó lenne. Igen. Azt mondja, hogy felajánlom a honvédségnek a barátnőmet, nem kérném vissza, garantáltan térdre kényszeríti a főszél az ellenséget, ha kicsit piszkálják, akkor már a hangja nyárderekán költözése kényszeríti a fecskéket is. Képes órákat feküdni mozdulatlanul, így átszázni tökéletesen lehet, és tökéletesen tetteti magát halottak is. Mikor vihetem? Dave kérdezi. Ő a barátnőjét ajánlaná föl. Nagyon jó. Én is kaptam levet a honvédségtől, sőt, nálam kivonultak szemlére venni a járművet. Igen. Megnézik, igen, a barátom is mondta, hogy kijöttek a teherautókat megnézni. Oh, igen, csak bújtatni kellett az autókat. Az milyen, hogy bújtatod a teherautókat, nincs bent, fuvar van, messze van, kint van, nincsen semmi. Nem az a telep, rossz helyre jöttek. Ki jönnek megnézni. Felajánlom a talicskámat a honvédségnek. Ez is csapatszállító, mert ezzel viszem a csapatot a kocsmából haza. Mika küldenek. Én az anyósomat ajánlanám föl, ha beindul, többre mennek vele, mint a terepjárók. Mama minden dózerol. Igen. Az autóm helyett vihetik a férjemet, a kocsival legalább lehet vásárolni. Üdv, Brigi. Engem. Jani, ne örüljél nagyon, mert annak idején apukám Szegeden volt katona egy kerékpár századnál, még te is kaphatsz ajánlott levelet. Drága vadon úr, szolgáltassa be a kerékpárját. Igen. Van egy háromlábú kutyám, felajánlom, aknakeresőnek. Fecó Komáromból érte, szegény, igen. Inkább az asszonyt vigyed, mint a kocsim, főtörzs. 3 hetes viselt zoknémat ajánlom biológiai fegyverként, de higgyétek el, működik, Manó küldte nekünk. Hugon pasiát nagyon szívesen felajánlom neki. Ugye? Ott is van egy szeretet. Van egyfajta szeretet, igen. Nekem a belügyminisztérium küldte SMS-ben, a honvédség elvitte a terepjáróját, üljön át egy másik gépjárműbe. Igen. Szerintem valaki olcsón szuvokat akar venni, és leverik az árakat. Jött ez is, mint összeesküvés elmélet. Igen. Időben szóljanak, csak hagy tankoljam meg, és le is moshatom. Ennyit kér egy hallgató. Igen. Na, hát ezek az SMS-ek. Ezek az SMS-ek jöttek. Köszönjük szépen. Hát itt a kompenzáció. Jó a felvetés. A kompenzáció igen. A kérdés, hogy mivel, hogy legalább valami névlegesen, valamilyen szimbolikus dolgot, tehát hogy mit tudom, hogy például egy nagyobb cégtől lefoglalnak egyszer mondjuk 20 kamiont, akkor annak legyen a neve onnantól kezdve mondjuk első Waberers gépesített annak. Nem? És mennek a Waberers mocskás kamionok felgépfegyverezve, igen. Jó. Megpróbálunk valakit keresni, hát nem őrölnek azért ilyen gyorsan ezen malmok, ugye, de holnap a sajtóosztálytól valakit. Hát csak nyilatkoznak nekünk. Hát egy országos persze. Rádió vagyunk, nem? Hát csak nem utasítani kell bennünket. Hát azért ez sokakat jó érdekel. Jó a kapcsolatunk. Úgyhogy ráadásul honvédségek jóba vagyunk, így van. Voltak nálunk többször is képviseltették magukat, és sajtóosztályról valakit megpróbálunk valakit meg keresni. Meghallgatja 21 más után a Radecki marsot. Igen. Valaki csak annyit ér. Gyerekek, az én kocsim olyan szar, hogy szívességet tenne vele a honvédség. Köszönjük az SMS-eket. Mi kellhet még a honvédségnek? Mert azon gondolkoztam, hogy most ugye minden. Azt oldják meg, hogy nincs autójuk. Hogy ha
ha nincs még valami, akkor mi a következő? Hogy ha nincs kajájuk, akkor add be a 20%-át a spejtnek. Ha nincs ruhájuk, hát, gondolom, rákérdeznek majd, hogy igen. Hogy köszönjük szépen a tyúkokat, a disznót, a kis buszt, és hogy esetleg nincsen egy interkontinentális ballisztikus rakétájuk, vagy esetleg egy roborófejt, arra is szükség. Illetve használhatnánk el a wifi-t, mert Kecskeméten a laktanyában nincs internetünk, letölteném a leveleimet, kicsit felcsatlakozhatnék a hálózat. Nem lenne 3-4 rakassza. Na jó, holnap megpróbáljuk ezt a dolgot tisztába tenni. Jó, reméljük, hogy valaki nyilatkozik nekünk. Na, 3-4-8-3 perccel, mit mond óra ez a kérdés? Valakivel már is játszunk. Egy másodperc, és már is játszunk. Hova tűnt? Na, még egy már nincs, mit mond óra? Igen, itt van, de van. Időt kérünk, időt! Visszafelé beszélünk. Ülészhevére faszír. És hozzájál az életfaszírban, ami? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyelán mime? Aki válaszol. Halló. Halló, Tanokin. Penokin? Telokin. Penokin, Bekakin. Micsoda? Telokin. Telokin. Nikolett. Nikolett. Hello, Nikolett. Szia. Sziasztok. Telokin. Te jó Isten, de fárasztó vagy. De hibasztó, amit van egy fentező. Lehetett volna simán Ikin is. Ikin? Ja, mint hogy Niki. Igen. Igen. Van autó a családban? Van. Igen? Nem sokáig és már viszik. Bújtatjátok már a kocsit? Bújtatjátok már, mint a... Á, nem. Piros, úgyhogy szerintem nem fogják elvinni. Miért? Mi baj van? Ez nagyon rikító cím. Az igaz, azt hamar kilövik. Milyen autó ez? Hát ez egy teleautó. Ó, hát akkor jön a levél. Még nem jött? Még nem. Jó vagy. Honnan beszélsz? Levitte a szél a tetőt a házatokról, vagy kint vagy valahol az út? Most félreálltunk, mert Pándorról megyünk Pest felé, úgyhogy most megálltunk. Vásárlás? Dolgozunk. És most jöttök haza? Igen. És mit csináltok Pándorban? Újságot szállítunk. Most végeztünk. A híres Pandorfi Zeitemünken Zalle. Zeitemünken Zalle. Igen. Zeitunk. Az járattuk mi is régen. Újságot szállítotok? Igen. De mi, kiviszitek házakhoz az újságot? Nem, a boltokba. Ja, aha. Rendesen a boltokba, amit kapsz a boltokba, azokat mi visszük ki. És akkor ott dolgoztok, hazajöttök, de ki jártok dolgozni? Igen. Hogy összetettem mi? Azért, hogy kicsit kiállítok dolgozni. Ugye, az ember pihentem két hete, gyerekek. Most érzed, hogy vág az agyam? Hoppá, hogy kellett? Mi kérdeztünk a Ferivel, már annyira tudtuk volna kibogózni. Tehát itt vagytok is, kimentek oda, és ott dolgoztak. Jól összetettem. Hát nem csak Pándorra, hanem több helyre is megyünk. Több településre is. Jár még a magyar Pándorba? Ott van valamilyen shopping city szűd, nem? Vagy ez nem az? Vagy keverem van? Annyira nem ismerem Pándor. De van ott. Ott ilyen. Igen, ott van ez a bevásárló. Nagyon jó. Igen? Nem nagyon járok arra. Jól van, Niki. Egyedül játszol egyébként? Segít a párom is nekem. Ő is újságot szállít? Igen. Most ő is jön haza. És most együtt jöttök haza Pándorból. Igen. Uh-huh. Na jó. Uh-huh. Oké, okay, azt mondom, a híres emberünk van még, ahogy látom a monitoron, tehát azt még akkor nem lőtték el ezen a héten a játékosok, illetve szólásmondás. Hát a szólásmondás az eleve alap, hogy ez megmarad mindig péntekre szinte. Jó, ő híres ember. Oké, okay, legyen a híres ember. Három névből áll az ő neve, úgyhogy nem egyszerű. Nem egyszerű. Jó. Oké. Okay. Na figyelj, indítjuk az órát, fél percetek lesz, megmutatom többször is, jó? Figyelj, óra elindul. Csobák csákat ladlog. Figyelj, mutatom még egyszer. Csobák csákat ladlog. Ladvog? Lednug. Gundel Takács Gábor. De jó vagy! Na. Igen, na. Én meg itt én Csokai Vitéz Mihályokban gondolkodtam, erre kiderül, hogy a gund. Robák csákat. Lednug, valami ilyesmi. Ilyesmi volt. Így van, Gundel Takács Gábor, így van. Szuper. A kis Gundi. Már nem olyan kicsi. A kis Gundi, és már hogy megnőtt a kis Gundi, most, Gundi hogy megnőtt. Nézzétek meg ezt. Na, megvan az ajándékcsomag. Hát... Jó, olyan köszönöm szépen. Régóta szeretetek volna már? Igen, már régóta. Minden nap hallgatunk titeket. Minden reggel.
Jól van. Küldjük akkor. Jó, ügyesek voltatok. Köszönjük szépen. Ciao. Sziasztok. Hello. Puszi, hello. Ciao, ciao. Én is átadtam, Dórával nyertem, de még nem jött meg az ajándékcsomag. Tudtok-e róla valamit? Ezt Reni kérdezi, Reni. Aranyosok vagytok. Ezt mindig megkérdezitek, és nagyon sokszor mondjuk, hogy sajnos nem mi postázunk. Igen. Mi leadjuk a címeket egy postázó cégnek, egy külsős cégnek, aki aztán kiszállítja ezeket a csomagokat. Igen. Nem rajtunk múlik onnantól kezdve, higgyétek el, hogy mi leadjuk a címeket. De jó, ha szóltok, azzal nincs baj. Anna mindjárt fölhív, megnézi, mikor játszottál, megnézi, hol akadtál, utána megy, postával háborúzik, beáll a sorba, átírja a címet, kiszállítja, olvasat van. És ehető rózsaszín tangában viszi ki neked ma délután az ajándékcsomagot. Úgyhogy szerintem inkább mondjatok el a saját érdeketekben. Na, úgyhogy mindjárt visszahívunk ki, Reni, és akkor megnézzük, hogy mikor játszottál. Váltottunk egyébként kiszállító céget, ugye ezt Anna elmondta, hogy idei évtől más visz, és akkor ezért volt egy kis fennakadás, de most már mennek a csomagok. Nagyon. Mennek, haladnak. Valahova. Így van. Úgyhogy csak a postásnak a járművét elvitte a honvédség, és most picit gyalog vissza. Sajnos elkobozták a Simpsonokat, meg a Rometteket. Az MZ-ket és a jávákat, a 350-es jávákat elvette a honvédség. Kartál belterületén éberék mérnek három lábúval, ezt Balú küldte nekünk. Dunaharaszti külsőnél, a Hévnél baleset van, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Aztán van egy trafing az M3-ason Pest felé 106-os kilométernél. Bár sokan azt mondják, hogy nincs ott semmiféle trafi, hát ezt döntsék el, akik arra járnak. Almád és Fűzfő között mérnek, szintén Galaxis Gabi üzente nekünk, valamint van egy baleset a Tavaknál, Székesfehérvár előtt, Mór felől. Ezt Miki küldte nekünk, és ezt már lehet, hogy mondtam, így van, a Dunaharasztin a Hév átjáró közelében van a frontális ütközés egy kutya miatt, és a szegény bigül is ott maradt, torlódás várható, elég nagy a dugó arra felé, úgyhogy ha tudtok, akkor kerüljetek. Na, milyen itthon? Na, mégiscsak kik hiányoznak. Nem hallod? Nem hallod, hogy milyen itthon? Hát tele vagyok ajánlott levéllel, így szorongok, hogy milyen itthon, hogy megyek délután a postára. De még egy nyomorult trafit is úgy olvas be, mintha azt mondaná, hogy ezen a héten is volt ötös találkozó. Tudod, ez a pihenés utáni első napot lelkesedés. Holnap már megint úgy fog bejönni, hogy nem aludtam, sírt a gyerek, de most még lelkes vagyok. De volt olyan reggel, hogy rutinból így a válladra dobtál egy töröl között, és kisétáltál az udvarra, hogy kifeküdjél a partra. És azt mondtam, hogy jó reggel. Most egy picit kifeküdtem ma reggel 4-kor naphoz, és mondtam, hogy be van borulva. Kifeküdtél a Murvár. Csípősek a reggelek erre felé. Jön Bio Gabi? Ma két hetes csütörtökünk van? Elintéztük neked. Barátokkal veszünk körül, hogy visszatérsz. Jön az a drága barátom. Na jó van. Akkor jövünk Bio Gabival. Jó, 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákos híre után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, Tina Turner, imádom. Be van rekedved, nagyon jó, írja valaki. Egyébként tényleg jó. Tehát a Tina Turner ma nagyon-nagyon énekel. Nagyon jó volt. Igen, mi is kedveljük. Székesfehérvár 81-es főút nincs helyszínen és jól járható, ezt Norbi küldte nekünk. Köszönjük szépen, Balatonfüred felé, a négysávoson a 70-es táblánál mérnek a rendőrök, üzente Kitti. Aztán Trafipax a harmadik kerületben a Bécsi 149-es előtt, valamint a kétkedőknek üzenem az M3-as 106-os kilométerénél, három lábú a pihenőnél, a segélykérő telefon mellett van, bent a parkolóban. Reggel óta vitatkoznak azon hallgatóink, hogy van-e trafi az M3-as 106-os kilométerénél, vagy nincs. Tomi rendbe tette a dolgot. Az Árkád mögött a Gyakorló utcában a 40-es táblánál szintén mérnek, vigyázzon, mindenki rá lehet futni. Ezt Zoli küldte nekünk, és azt nézem, hogy igen, ez a legfrissebb. Tegnap nekem is villant a vaku, nem tudom, hogy ez most kamu villanás, vagy tényleg van-e benne film, de bevillant narancssárgán tegnap. Az M1-esen jöttünk haza hajnalban, és telepített vagy fönti? A dobozos. Mert ráadásul még hülye vagyok, még ki is van írva, hogy radar control, van időt lassítani normálisan, hát az ember nem tud, ugye mindig 130-as sem. Fáradt voltam, elbambultam, és olyat villant a tükörbe, hogy konkrétan még 4 árnyalattat, hogy gyorsan bebarnultam, mondom, nem is kell szoliba menni, az sancos. Az én 145-150 a 130-hoz képest 10% plusz mínusz, tehát az alsó, az egy 30 ezres. Na, majd a honvédségre kellene, hogy ez már az ő autójuk. Hát, ha szerencséd van, akkor értem. Már csak üzemben tartó vagyok, a tulajdonos a honvédségre. Elolvasod az ajánlott értékvényest, már lehet, hogy nem is a tiéd. Tényleg így van, majd még a postára bekocogok, lehet, hogy már nem az én autóm, én már nem fizetek büntetése. Na, azt mondja, hogy csütörtök van,
Ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk, mert hogy eltelt két hét, de két héttel ezelőtt ugye pont... Nem, volt Gábor, így van, mert a múlt héten volt. Múlt héten volt Best of. Úgyhogy Gáborral folytatjuk már is. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki érted küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Gabi, hát szia Gabi! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia Gabi! Általában először mindig Ferivel találkozom a stúdióban, és egyre formásabb. Egyre jobban néz ki. Egyre sportosabb. Egyre formásabb. Igen. Te! Hát tényleg jó értelmében. Hát, a szakállam miatt nehéz észrevenni, de most ugye én sem láttam másfél hétig, nem mondom, hogy hiányzott, de amikor így ez megláttam... De ezt nem csak miatt, megláttam mondom, azt, hogy slanka, bevékonyodtál. Hát most már... Egy 15-ös már majdnem nem van. Majd visszajön. Persze, alig várom, hogy vége legyen, és újra zabálhassak. Jó. Hallom, hogy a kis kolbász már azért egy kis zappehelybe fért most. Képzeld el, előírtál. Látnád azt a gyönyört az arcán, hogy azt a zabot meg pucolja, a mandari meg eszi azt az almát. Mandari jó mágya. Egyébként, de ez a zabot, ezt továbbra se fogom megérteni, ezt nekem előírták, én megcsinom gyerekek, hogy ebben mit szeretnék. Az a fájdalom az arcán, Gabi, ha látnád. 8-kor olyan éhes, 7-kor megeszem ezt a zabbehelyet. De próbáltam úgy, hogy tejet öntesz hozzá, nem úgy, szárazon eszed? Úgy ja? Eszem. Jó, azt hittem, hogy csak szárazon. Hát azért malacnak is mindig szárazon a csapot, hát mondom. Elkötik a nyakára az ablakos. Most megeszem. Tegyél hozzá egyszer tejet, igény, egyébként egész jó hitel. Dióval, mandulával, tehát diófélékkel. Jó, de a Gábor, ahogy te eszed a zabot, az olyan, mintha az ab lenne az ízesítés. Tehát igen, egyre annyi mindent rakom bele. Igen. Ugye, de fogyott tényleg. Én most nem láttam. Igen, magához képest korábbihoz más a járás. Hát figyelj, minden viszonyítás kérdése. Ez a lényeg. Hozzád nem mérhetem hát, magam ki a tökéleteshez. Más a járása, azt mondtad, a csípőjének a ringása, ilyeneket kiszúrtál tényleg, hogy máshogy jár a Feri? Nem revegnek az ablakok. De remeg meg, mert csak már lassabb van. Eddig a folyosó hallottuk, hogy ön most már egészen be tud csúrani majdnem a stúdióig, és nem mondjuk azt, hogy vigyázz, jön. De igen, nézzétek, hogyha valaki megkérdezte volna tőletek, vagy tőlem, hogy mondjuk ezelőtt egy vagy két évvel, hogy négyünk közül ki az, aki biztos, hogy nem fog változni a következő pár hónapban, akkor azt mondtuk volna, Balázs, hát nem Balázs változni fog. Igen, Gábor is változni fog. Feri, hát Feri nem. Feri necces. Ott esély sincs. És nézzétek meg, hogy a legtöbbet ő változta, hogy a dohányzásról való leszokása, az étrendi változása. Gyerekek, ennyi, a kapuzárás rövid a neve. Tehát ez így hívják, ez így mondjuk van. Ki. Tehát ez lehet itt szép, egy változás. Akartam nem venni magamnak két személyes autót, de az már volt. Két személyes cabrio autó, gyerekek. Leszokás a dohányzásról. De fogyás, az, hogy személyes autó van melletted, meg dietetikus. Vicces, hát ha csinálunk valamit, ezt csináljuk komolyan, persze. Ezt csak azért kérdezed, mert írt levelet. Fölkészíthetnélek én a félmaratonra. Igen, majd neked van egy válasz, hogy te futsz. Meg akarom csinálni a félmaratont, és mondtam, hogy ha a maraton csinálom, akkor csak Gáborra megyek. Ebben semmi személyes érdek nem volt. Ezt egyszerűen azért kérdeztem, mert érdekelt, hogy kiállítja össze a diétádat. De dietetikus, de ne rólam beszéljünk, gyerekek. Hát ezt a pólót nézzétek meg, a férfi. Azt állíztam. Oda nézzetek. Hol a kis zakó? Hol vannak a kis kockás tweedzakói? Egyébként erről már beszéltünk, hogy már melletted is már stylist van, elkezdtél öltözködni, mondjuk egyébként kifejezetten jót tett, hogy nem a 76-os érettségi zakodba jársz. Igen, pedig azt mondta, hogy hidd el, hogy azért itt vannak előre. Nem járok mindig ilyen ruhába, de most a kedvetekért is fölkaptam ezt a stylistam által javasolt kis holmit. Beszélnék a stylisttal, tehát ez a hosszú ujjú, egy rövid ujjú, ez volt divat. 8-10 éve én is hordtam ilyen cuccokat a Balázsóban. Nem azért, de ezzel nincs rövid ujjú. Ja, hogy ez az egybe. Persze. Hosszú ujjú rávarva, vagy rövid ujjú. Igen, igen. Ez az új. Ez, hát újnak nem mondanám, de minden esetre neked jól áll a kis kockás zakodhoz képest. És már nem is vagy elegánsban nagyon, nem is mész. De előadásokra azért. Éppen kőszegre, persze, tehát az akkó az van, az ing, az fut még persze, azért az kell. Helyes. De időnként napközben sportosabb vagyok, aztán átöltözöm előadás előtt egy pár órával. Na mit hoztál nekünk, Gábor? Képzeljétek el, hogy van egy viszonylag új eredmény, új cikk, aminek az a címe, hogy nem azért
zabálunk, nem azért vagyunk olyan falánkok, mert olyan gyenge az akaraterőnk, hanem mert az étkezés körülményei is befolyásolják azt, hogy mennyit eszünk. Én ezzel vitatkoznék egy picit, mert szerintem az akaraterő az borzasztó fontos és számít. Ettől függetlenül egy gasztropszichológus, Brian Wensing... Ilyen is van, gasztropszichológus. Brian Wensing, egy viszonylag ismert gasztropszichológus, két kutatást végzett, illetve számolt be ezekről, amelyel igazolta, hogy az étkezés körülményei, a színek, a fények, az étel elhelyezése az asztalon és az adagok mérete döntően befolyásolja azt, hogy mennyit fogunk enni. Amik a fények, ez nem kell gasztropszichológusnak, tehát sötétben nem találod meg, igen. Nem? Tehát, azt, hogy gyújtsál lámpát, azt úgy egyé. Ráunzott keresgélni. Igen, rohadtul unom, hogy nincs sötétben, mert rohadt lakásban gyerekek. Ez is cipőbox. Fizessen már be valaki a villanyszámlát, mert ilyen döglöm gyerekek. Na most ezek közül az étel mennyisége az, ami igazán számít. Az első kutatás szerint ingyen rágcsálni valókat osztogattak a moziba látogató fiataloknak. Kétféle módon. Az egyik csoportnak 4 kisebb csomag snacket adtak. Egyenként 110 kilokalóriát tartalmazó, tehát 4x110 kilokalóriás snacket. Ez 4 külön csomag volt. A másik csoportnak pedig a 440 kalóriát, ugye, mert a 4x110, az 440, egybeadták oda. Ez csinálsz, iskolában, de jó vagy ma reggel. Csak azért mondom, hogy túl sok a szám. Opi csárját, hogy odlapakoltad magad? Kiszámolunk éppel is. Mit tettél, erőt úr, mit szólt? Elég ebből. 440 kilokalóriát egybeadták oda, egy snack, egy zacskóban. Mit gondoltok, hogy ki evett kevesebb? Hát attól függ, ki volt a moziba? A Feri egy nagyja, vagy olyan is sok kicsivel? Tehát, hogy ugye ki volt a kisebbet? Én egyben megettem volna. Gondolom, igen, tehát valószínűleg az egybe a többet evett, nem? Így van, ez a lényeg, ez a gasztropszichológia, hogy amikor egy zacskóba kapták az egész snacket, akkor minden... Na de várjál, 4 ember kapott 4x100-at, nem? Vagyis ő megevett... Egy ember kap 4x110-at. Ja, értem. De van egy két és fél órás mozifilm, és azt mondják, hogy itt van 4 csomag. Tehát egy ember. Mekkora lúzer elmegy egy ilyen kísérlet, és még meg se eszi mind a négyet. Igazi baleg, nem? A hülye ott is hagyja, spórol is nekik, meg se eszi. Sokkal kevesebb betettek. Azért itt az is benne volt a pakliban, hogy ilyen 4 csomaggal zörögni, azért az egy cici probléma. Igen, mert ha egy csomaggal zörögsz, akkor nem szólnak a hátad mögül előre, hogy fiajam a lőcsém, hogy hívják, megértem, nem előtt adjuk. Benne van, de lényegében nem ez volt a döntő. Aki 4 zacskót kapott, nem bontotta fel mind a négyet. Úgy emlékezem, hogy talán a felét, vagy akár 4-ből 3-at, vagy csak 2-t fogyasztott el. Míg ugye az egy zacskót kapott ember pedig az egészet elfogyasztotta. Ez volt az első kísérlet, ahol már ugye az kiderült, hogy amikor valaki ebédhez készül, vagy éppen vacsorához, és egyszerre vesz ki a tányérjába egy nagy adagot, akkor az általában el is fogy. Sőt, a szakma még azt is mondja, hogy addig beszélgetünk a családunkkal, amíg az el nem fogy. Tehát addig ülünk az asztalnál, mert nem akarjuk. Mármint a család. Megesszük a családot. Nem, el nem fogy a család. Én, hol a nagy? Most lettem meg. Nem. Jaj, hol a húgom? Adjátok vissza. Kiár a lábát a mamát. Nálatok is jól lehet a vasárnap érmétre megesztek egymást. Nem? És összehasonlítva az, mint ha valaki mondjuk 2/3 annyit vesz ki a tányérjában, és ha szép lassan elfogyasztja, ugyanolyan telítettségérzése lesz, mint hogyha többet evett volna, de sokkal kevesebb kalóriát fogyasztott. Egyébként a szakma ezt nagyjából jegyzi is, hogy ha 20-30%-kal kevesebbet veszel ki a tányérodba, és azt egy picit lassabban, jól megdágva fogyasztod el, akkor ugyanolyan telítettségérzésed lesz, és nem leszel korábban éhes, mintha sokkal többet ettél volna. Én tök mást olvastam, Gabi. Mit olvastál? Azt olvastam. Nem tudom, hogy ez a mókus mondta. Ez egy gyerek. Igen, volt két mókus. Az egyiknek volt egy magyaroly. Nem, hogy az emberiségben kódolva van az, hogy eszik. Mert hogy nagyon sok olyan éhínség volt már évezredek alatt, ami genetikailag belénk táplálta, ezt is egy gasztropszichológus mondta, nem egy hülye csávó, hogy belénk táplálta azt, hogy annyit együnk, amennyi van. És ha te kiszeded a tányérodra, akkor egy genetikailag kódolt ösztön is működik benned, hogy megenni, mert elvileg nem tudod, hogy lesz-e holnap. Nyilván lesz, de hogy nem csak az adag függ, hanem hogy egy programot futtatunk az agyunkba, pont azért, mert nagyon sokszor majdnem ugye éjjel haltunk, és emiatt eszünk többet is, mint amennyire valójában szükségünk lenne. Ebbe lehet valami? Igen. Mivel az étkezés az részben ösztöncselekedet,
De hát kell hozzá a tudatosság is, ez a fontos, hogy ma már a civilizált ember az tudja, hogy fog kapni ételt holnap is, és hála Istennek nincsen éhínség, ezért kell erre figyelni. Uh-huh. Tehát aki ösztönszerűen étkezik, az abba fog beleesni, Balázs, amit mondtál, tehát tény is való. Ezért, amikor leülünk, előtte mondunk egy fohászt, előtte... A Ferének a fohászt, ki tudja, lesz-e holnap? Na, hagyjél még! Szerintem nem! Most tenyészom a ki tudja, lesz-e holnap? Jó, itt látom! Van egy kis érdekes történet. Az életmódtáborokban minden nyáron vannak életmódtáboraink, és amelyik asztalhoz leülök, ott általában kevesebbet esznek. Olyan kellemetlen kevesebbet esznek. Hát olyan kellemetlen szokott lenni, hogy azt mondják, hogy a Gábor itt van az asztalunknál, most nem szabad falának lenni, most nem szabad sokat enni, úgyhogy előfordul, hogy vissza is raknak egy kis adagot az ételből, és figyelik, hogy én mit veszek, hogy te én nem lehet, hogy ehetetlen. Mennyire durva, mert attól szorongnak, itt van, tedd vissza, tedd le, azt a rakot kell, tedd le a rakot kell. Olyan kellemetlen tud lenni, hogy asztalhoz leülök, ugye ilyen asztalok vannak, ilyen 8-10 fős asztalok egy életmódtáborban, és az emberek ugye feszengenek, hogy hát itt a Gábor, és most mennyit tegyünk, hogy együnk. Van, aki látom, hogy elkezd fohászkodni, hogy csak tudjak magamon uralkodni. Elég mindenhéz helyzetek. Olyankor csak tudjak magamon uralkodni. Olyankor van, amikor átülök másik asztalhoz, ahol lazább a társaság. Sokan vannak, mindig szorongok, és pukizgom kell. Jaj, így csak uralkodjak magamon. Amúgyból is olyan csúnyán nézett rám, amikor elevesztettem két galambot. Egyébként nem ez a fontos, hanem nem az, hogy és mi a fohász? A fohászról beszélj. Mi a fohász szövege? Hát, hogy az asztaljáldás... Aki ételt, italt adott, annak nem mondtátok soha. Hát, ha gyermekeink vannak, akkor 2-3 ilyen. 2-3-szor voltunk, de csak a poénket. De nem mindig ugyanazt a szöveget mondjuk, tehát hálát adunk az ételért. Uh-huh. Fontos dolog. Nekünk a Fővárosi Gyógyszertári Központ, meg a főspéd volt, aki a kaját adta, mert nagyon kapta a fizetést. Kedves főspéd, köszönjük szépen, hogy ma is van meleg étel az asztalon. Azt is tudjátok, hogy ők is kapják valahonnan a tudást, meg az erőt. Úgyhogy ez egy fontos dolog szerintem az életben, hogy amikor eszünk, az nem természetes, hogy mindig van mit ennünk. Na, de akkor visszatérve a kísérletre, szóval a lényeg, hogy szedjünk kevesebbet fogunk enni. Tehát, hogy ne légy mohó, próbáld meg hétvégén, hogy az étel felét szedett ki, és lassan edd meg jól. Tehát ne félj attól, hogy éhen fogsz halni. Uh-huh. Van egy másik kísérlet, ez szerintem még izgalmasabb is lehet. Ez a másik kísérlet, ez arra futott ki, hogy kétféle tányér volt. Az egyik tányérban folyamatosan alulról, hát egy ilyen speciális berendezéssel, ez egy varázstányérnak nevezték, alulról utánpótolták egy kis csövecskével a levest, magát az ételt, de főleg ilyen folyékony ételről van szó. Micsoda, tehát soha nem fogyott a tány, igen. Soha nem fogyott ki. És volt a hagyományos tányér. Tehát volt a tányér, ami hagyományos, aminek nincsen semmilyen berendezés az alján, és volt egy beépített egy varázstányér, ahol valaki ette a levest, és nem vette észre, hogy csökken a levesnek a szintje, mert mindig érkezett be. Ez jó hülyének kellene, egy jó fejlődik. Ne fogjon el. Szóval azért én ennék egy ételem, egy megyleves, nem akar elfogyni 10 percet, csak benéznék az asztalra, hogy elkezdett szórakozni. Ez bennem is felmerül, de ezt írja a szakirodalom. Kik mennek el ilyen kísérletekre, egy gyógypedagógiások, de komolyan mondom. Józsi, edd meg aztán másfél óra eszem, basszus, nem fogadok a tiszkáját, aki még mindig csak a levesnek van. Az asztal alól titokban folyamatosan adagolták a levest a tányérba, így szól az irodalom. A kontroll alanyoknak pedig hagyományos módon, ha kértek levest, újra... Két törpe egy szívószálra visszafújta. A kontrollányoknak pedig, hogyha kértek még, akkor vehettek ugye az edényzetből lényegében, és 73%-kal több ételt fogyasztott el az, aki a varázstányérba levett. Ezt akárhányszor megismételték, mindig így történt. Mint egy néppesebb az. A varázstányér. A soha ki nem fogyó varázstányér. Volt egyszer egy szegény fiú. Na, de hát ennek az a magyarázata, hogy ugye nem gondolsz arra, hogy visszatöltik, és meg akarsz tenni egy tányér levest. Tehát én még nem gondolom, hogy én többet akarnék enni, csak szeretném, hogy az a rohadmányos tányér elfogyjon, nem? Vagy észre kéne vennem, hogy egy idő után nem fogy? Akár észreveszed, akár nem. Vélhetően észrevették, de itt az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy te magad veszel, tehát újra mersz a fazékból, uh-huh. Merhetsz, vagy pedig nem kell merned, mert mindig adják alulról. Lehet, hogy ezt te tudod, itt nem szól erről a cikk, hogy ők tudták-e vagy nem. A lényeg az, hogy ez kétféle módszer. Az egyik, amikor újra merni kell, és akkor nem.
Nem kértek többet. Hogyha neked újra venni kell, szedni kell ételt, akkor nem biztos, hogy szedsz. Uh-huh. De hogyha a házigazda azt mondja, hogy itt van ez a hatalmas adag rakott káposzta, és telepakolja a tányérodat, az én nagymamám volt olyan, hogy mi erdélyi származásúak vagyunk, hogy miközben kérdezte, hogy elég-e, még pakolt kettő uh-huh. Nagy kanállal a krumpli püréből. És a jobb lábbal távol tartotta a medvét. És közben mondta, hogy Gabikám, ne szégyeld magad. Mindig ez volt. És alig bírtuk, de csak megettük, olyan nem volt, hogy megmaradja. De ez egyik a neveltetés kérdésé, mert például engem is úgy nevelt az apám, hogy ne hagyjak semmit a tányérba. Amit kiszedtem, azt egyek is meg. Azt én is mondom a bennek, és annyira gyűlölöm magam ezért, mert ugyanazokat a mondatokat mondom, amit a szülők mondtak. Van egy vidéki mondás, amit kiszedünk, meg kell enni, szegény gyerek meg nem mindig akarja megenni, de a hülye szülő meg erőlteti. Van egy vidéki mondás, inkább a has fakadjon, mint hogy ez az étel megmaradjon. Ez vidéken mondják. Ez melyik vidéken? Ez egy jó eldugott videó. Megkérdezem a kollégámat, aki mindig szokta ezt mondani. Inkább a has fakadjon. De ez egy szólásmondás. Ferinek megvan az új beköszönő üzenet a telefonján. Inkább a has fakadjon. Elég durván hangzik. Igen. Na szóval ez a két kísérlet, ezekkel igazolták azt, hogy az egyszerre kivett nagyobb étel, az nem tesz jót. Tehát több kisebb adagot adunk, és egyáltalán nem muszáj újra ételt venni a tányérba, tehát lassabban esszük. Ugye egyébként a fogyókúrának ez az alapja, hogy fele annyit veszek, kétszer annyiszor megrágom, és ugyanolyan tehetségérzésem lesz. Ha még egy kis nyers saláta is van mellette, ugye együtt rágom a salátával, akkor ez teljesen. Ez milyen jól jön az egy jó körömpörkölt, ez nem egy kis nyers saláta. Hát máskülönben. Egy kis gyümölcsleveshez egy kis fejes saláta. Jó tepsis csülökhöz egy kicsi salátát felteszel a magyarnak, a fel is hogy örülnek. Saláta mindig kell a főtétel, tehát ezt tudjuk. Igen? Hát igen. Van ez az étkezési leukocitózis nevű jelenség, amikor főtt ételt eszel, akkor a fehérvés egy-egy száma enyhén növekszik. Hogyha nyerssel kezdesz, akkor viszont ez a folyamat ez szinte elmarad. Ha nyerssel kezdesz, ugye szállodákban hozzák először az előételt, valami nyers salátát, és ha azzal kezdesz, akkor egészen más, vagy hát nem egészen, de valamennyire más lesz az emésztési mechanizmus, az immunműködés. Hogyha az immunrendszer először azt érzi, az emésztőrendszer nyerset kap, nyers salátát, máshogy dolgozik, máshogy működik, mintha először a húst vagy a körömpörköltet kapja. Egyszerre tuborkával megágyazhatunk a pacalnak, jó? Igen. Igen. Most tudom, hogy erre fölmerül a Szilva Pálinka kérdése hamarosan. Hát, mert az Ferinél mindig gyümölcsnap van. Hát, Feri minden másik nap gyümölcsnap van. De én most nem erre gondoltam. Imádja fel is a gyümölcsnapot. Nagyon szeretem. Jó, szóval, hogy keveset többször ez erről szól a kutatás. Igen, de az, hogy többször, az nem azt jelenti, hogy 2-3 óránként eszünk, tehát nem nassolási kényszert hozunk létre. Itt a lényege az a kutatásnak, hogy kevesebbet vegyünk ki, és ne féljünk az éhhaláltól, mert működni fog. Hát jó, megpróbálunk ezek szerint. Mit reggeliztél, Gábor? Teljes körlési tönköly darából készítettem tejbegrízt. Tejbegrízt. Az jó, az jól hangzik. Kókusztej, kesztenyeliszt volt, és aszalt szilva, banán volt hozzá. Ugye az aszalt szilva, ahol mennyivel neked otthon betárazva, csak így kérdezem, hogy minden meg az a honvédség, aztán nehogy nálad, ne, nekem a kocsimat viszik nálad az aszalt szilvát, hogy a kávén meg ne jelenjen a honvédség. Van egy hombár, egy ilyen siló, ami tele van a padlott a plafon. De kókusz tejből csináltad a tejbe grízt? Így van. Ugyanúgy meg lehet kókusz tejből? Igen, hát vagy biokókusz lisztünk van otthon, vagy maga a kókusz tej, de ez elég drága dolog, ha készen megveszem, és egy kis gesztenyelisztet teszek hozzá, egy kis bourbon vaníliát, eritritolt, mézet. A tönköly búzában ugyanúgy van glutén, nem? Van. Ez nem gluténmentes, így van, csak egy más típusú, tehát az alfa-gliadin az más szerkezetű a tönkölyben. Tehát ehetik azok, akik mondjuk gluténérzékenyek? Nem ehetik, de hát ott más reggelit javasolok majd. Ott egy hajdina pejhet és egy köles pejhet fogok javasolni. De finom. De az majd máskor. Na jó van. Gábor, köszönjük szépen. Örültem, hogy megint beszélgettünk. Vigyázz magadra. Köszönöm. Jó? Csókoltatunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Szívesen. Mindig ilyen meglepőket tud mostani. De most te is érted, most te is mitől folytsz? Hát nem a kolbásztól, nem a sporttól. Meg hogy mozogsz, érted? Igen. Meg mi van? Igen. Nem zabász. Hát ő is azt mondja, ne zabáljál. Fogyni akarsz? Ne zabálj. De ezt már megmondta a lóvét. Miért kell ez gasztropszichológusnak lenni? De komolyan mondom, felvesznek egy csomó lóvét, ez egy törpe tölti alul a tányért, érted? Hát ilyen kísérletet én is megcsinálom. Kicsit komplex a dolog, de össze lehet hozni. De tényleg így van. Na jó van, 8:50 pontosan.
Egy nagyon érdekes dologgal folytatjuk még a troll percek előtt. Nem tudom, hogy hallottátok-e, csak azért vettem fel a témát, hogy nyugodtan írjanak a hallgatók SMS-eket, hogy lehetett szavazni, hogy egészen pontosan még a napokban lehet, hát most több fórum többféleképpen írja, hogy mikor zárul le, hogy mi legyen a felirat a magyarok EB buszán. Aha. És lehetett javaslatokat, illetve lehet javaslatokat küldeni, hogy a szurkolók a labdarúgó szövetségnek, az UEFA-nak milyen buzdító feliratot fessenek a magyar labdarúgó válogatott hivatalos autóbuszára. És hát játszunk el a gondolattal. Ki azért, mert valóban drukkol, ki azért, mert kicsit ironizál, ki azért, mert humorizál. Mi lenne az az egy szó, az az egy mondat, amit ti fölírnátok a magyar labdarúgó válogatott Európa? Szép az volt, mire induló bucát. De én, nekem az is tetszik, hogy csak annyit írunk rá, hogy dinnyér. Tudod? Dinnyér. Tök mindegy, tehát, hogy dinnyér, vagy bármi. Tehát mi lenne az az egy szó, az az egy mondat, amit ti fölírnátok az autóbuszra? Ugye a nyári franciaországi Európa bajnokságra megy ki a csapat, és eldönthetnénk mondjuk, hogy mi legyen az az egy mondat. Jó? Egy szó, egy mondat, bármi. Bármi lehet. Hogy mit írnátok föl a buszra? Hallottátok ezt a kezdeményezést? Igen. Igen. Bármit lehet. És aztán már eldöntik, ami nekik tetszik. Hogy az üzenet a külföldieknek, mert te bennülsz a buszban. Igen. Tehát téged nem motivál. Tehát ráírod, hogy alacsony padlós járat. Igen. Tehát a hülyeség. Ami fontos. Fölírhatsz valamit a buszra. Nyilván, ami üzenet a futballistáknak, a rajongóknak, az országotról, bármi. Leendő ellenfeleknek, így van. Bármint, jó? Úgy mi legyen ez az egy mondat? Segítsünk egy kicsit, és írjátok meg ti is az ötleteket, mi pedig jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Jó az az új Nickelback. Nem, Robi. Már, végre örülhetünk valaminek. Robi küldte. Végre valami, egyébként tényleg, ez Steven Tyler. Ő kivált most az Aerosmithből? Nem, csinált egy szólólemez, de úgy csinált, hogy gyakorlatilag mindenkit a zenekarból elhívott zenélni. Érted? Tehát, hogy nem már... Lehet, hogy egy Pataki Attila kiválna az Eddából, és az Edda zenészeivel feljátszatna egy szóló albumot. Szólna Alapi István, hogy jöjjön már, gitározom már egy picit. Két riffet nyomja már föl. Jó, ön Steven Tyler-es volt, de olyan Aerosmith-es is egyébként. Egy full Aerosmith-szám. Abszolút full Aerosmith, így van. Így van. De hát van, aki Nickelback-ed, érte, Robi. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Nézzük, hogy mi helyzet gyorsan az utakon, mit írnak a hallgatóink. Van egy-két történet. Trafi a harmadik kerületben, a Bécsi utca 149-es előtt, nehéz őket észrevenni. Az Árkád mögött a Gyakorló utcában a 40-es táblánál szintén trafi van, valamint Kaltar belterületén éberék mérnek három lábúval, ezt Balu küldte nekünk. A 35-ösön Görbeháza belterületén a Virágboltán most állítja a rendőrbácsi a három lábút, óvatosan menjen mindenki. Almádi és Hűszfő között mérik az almádi felől érkezőket, ez Galaxis Gabi küldte nekünk. Székesfehérvár előtt baleset a Tavaknál, Mór felől, ezt Miki üzente, és Hajdú Böszörményben a szokásos helyen, az Újvárosi utcán van egy trafi, ott is menjen mindenki óvatosan. Eddig, kedves hallgatónkról kaptunk egy doboz süteményt. Nem kellett volna ennyire örülni vissza. Csak és igen, addig, amíg nem voltál, addig érdekes, hogy nem kaptunk semmit, de nem baj. Ideért minden esetre, és csak is kizárólag természetes és mindenféle természetes anyagokból készült, és mindenféle mesterséges adalékanyagot mellőznek a gyártásnál. Abszolút mértékben kézműves termékekről van szó. Szóval nagyon szépen köszönjük neki, hogy behozta nekünk. Nagyon köszönjük, igen, tényleg. Én tudom, hogy örültök, hogy itt vagyok, de nem kellett volna. Oda néz, Feri, mennyi minden nem fogsz enni. Jól is néznek ki. De gyönyörű. Mennyi minden nem ehetsz, Feri? Most egy ehetsz ilyeneket, tényleg? Nem? De mondjuk én az édeség nélkül azért el vagyok egy kis. Te nem vagy egy nagy édesszájú. Igen. A sósat ne vedd el, a húst ne vedd el tőlem. Ezeket, az édeséget de gyönyörűek, gyönyörű sajtot. Tényleg szépek egyébként. Nagyon szépen köszönjük Zóka Tibornak. Igen. Tibi. Nagyon, nagyon drága, hogy köszönjük szépen. Mikor van ez a félmaraton? Mikor futod? A április 30. Április 30? Április 30, jöhetsz velem, van 6 kilométer is. Ördögszekérbe legurulom neked, tudod, de nem erről. Most Zsül bokáját megfogom, kigurulok neked, Maglódik. Tehát ezen, nem tudom, nekem ez a futás, Maglódik ez valahogy én nagyon sokszor neki mentem ennek, de hogy valahogy nem találtam ebbe örömet. Lehet, hogyha egy közel az 50 felé engem is megcsap ez majd a akkor fajta masszív kapuzárás, akkor hirtelen úgy érzem, hogy le kell futnom egy félmaraton, de valahogy nekem ez most még így nem. Csinálod a Margit-szigeti futókört, és előtted ott lebeg sok cél,
ahogy így futnak el. Tehát, hogy nekünk már kevés is elég. Néha a gyerekkel a Mari-szigeten, én ott nem nagyon látok ilyen lebegő célokat. Olyan célok vannak, te ott... Mert csak a Feri fog, hogy ma segget. Ha utána sétálsz, az nem olyan nyilván. De én, ahogy futok, nekem ott vannak olyanok. De most egyszer lefutod, és utána abba hagyod, vagy utána mindig futni fogsz? Vagy ez egy ilyen bakancslistás dolog, hogy akkor most lefutom egyszer. Van egy ismerősöm, aki lefutott a maraton, meg ennek szintén kapuzáráshoz, leszakadt a retinája, és majdnem megvakult, úgyhogy én szerintem pontosan az ilyen bakancs. Igen, készült rá. Erről között futott technikát. Én nem tudom, mondtam neki, tesó, szerintem lehet, hogy meg kellett volna állni. Ne trappolj annyira, mert 42 lesz. Annyit erőlködött, és annyit dolgozott az, hogy lefuthassa, hogy körül 30 számára mondtam, már rosszul látott, homályosan látott, és megállapították, hogy leszakadt. Mondjuk ez nem általános. Ezért mondom, értem a kapuzárás, meg persze, tűzünk ki célokat, Feri, nem ciki megállni. Te ne presztizsálj meg. Jó, 15-nél. Az megvan, már minden megvan, azt szokták mondani. Ez legyen a pólódom, mint a magyar válogatott, de EB-s bucán. Ha nem presztizselek, ha kell, megállok. Kerülj ki. Tényleg, te ne csinálj belőle presztizs kérdést, jó? Igen, főnök, köszönöm szépen. Francba az egészen, inkább állj meg, nehogy aztán ott maradjál. Együtt futok, te is indulsz ezen, vagy nem? Nem. Én hozzá van terve, ezek nem annyira fontos nekem, hogy most. Te már futottál. És utána irány a maraton? Nem tudom, már nem? Most nem érzem. Szóval most igen. Azt ér... Vagy még ez van rajta, még sarki fény, Viktória vízesés, félmaraton, tehát ezek vannak. Viktória vízesés, szép fél. Van egy bakancslista. Van egy bakancslista, és mit tudom én, a spanyol, nem tudom milyen disznó megkóstolásra. Azon már túl vagyunk, a disznóban már nem nagyon tudsz újat mondani, tehát azt már kijoffoltuk. Köztem van egy félmaraton. Egy fél, nem tudom most. Most egyelőre élvezem ezt, ha meg lesz, akkor örülünk, és akkor kitűzzük majd az újat, ha lesz. Kellenek ezek a célok, abszolút, még a teljesen értelmetlenek is. Tényleg az, hogy megcsinálsz valamit, hogy tűzbeszél, hogy minden napjaidban benne van. Nem úgy értem, ez tök jó, nem, ez abszolút jó. Abszolút. És most mennyiket futsz már, vagy hol tartasz? 16-ot már futottam. Igen? Aha. És azt mondják, ha annyit megtudsz, akkor már megtudod a izét, és a 21-et. Hát a 16 vagy 21, már megvan, az már. Sem hiszek. Tehát, hogy én imádom ezeket az okos gondolatokat, tehát, tehát minden embernél más és más. Egyébként egy fél maratonnál pont 16 kilométerre szokott jönni a fal. Tehát, hogy ott jön egy fal. Igen. Ki kell kerülni, ha milyen fél maraton. Ezek a fővárosi futóversenyek. Csak mondom egyébként, hogy a Budapest fél maraton, amit mindig egy szponzoroknak megfelelően másképp hívnak, évről évre, ott pont 16 kilométernél van a nyugati téri felüljáró. Aha. Na, hát mi tehát, hogy valaki finom jelzés értékkel, oda beraktak egy felüljárót. Akkor már az az öt, már az már meg mert onnan már gurulsz lefelé a igen, a másikról. Igen, csak pont, föl kell rá menni. Pont az a leggázosabb rész. Fut előtted valaki ilyen látványpékséggel? Vagy egy ilyen tekerős kolbász? Egy lók három kolbász, meg két csülök, és iszonyatosan tekernek, soha nem éred utolni. Egy tollalapfut és egy szponzor szerződése. Nem, úgy futok, kérlek szépen, hogy van egy hátizsákom, amit így elől lóg egy kolbász, tudod. És igen, mint a macska, aminek sörös dobozt tesznek a farkára, te neked belógattak egy kolbász. Előre a kolbász, és futok a kolbász után, de mivel rajtam van, sose fogom utolérni. De miért nem csinálod azt, hogy pórázóhajtasz három malacot, és akkor jön. Mert ők még élnek, azt még le is kell vágni, a kolbász sokkal egyszerűbb, vagy egy füstölt csülök. Ne, tényleg, ha nem hallatszik ki hangomul a jó indulat, én tényleg drukkolok. Tehát kellenek az nem akarsz fogadást felajánlani, hogy lefutod-e vagy nem? Én tudom, te le fogod ezt futni, tehát ezt fejben eldöntötted, az a baj, de lefutod. Még tudnánk alázni. Most lefutod, de milyen szar promó lenne, utána nem futnád le, nem? Az is jó. Szerintem tök jó. Megpróbáltad, de nem ment neki. Hát, kinek? Azért az bénácska. Van ilyen. Azt most már tessék lefutni. Hány ilyet láttunk? Hát persze, nyilván van. Hát aki akármilyen távon is elindult, és azt mondta, hogy történt valami. Itt leállt, közbe sétálhatsz? Lehet. Olyan nincs, hogy a rappartnál levágod, és akkor egy hatossal elő fölbukkansz, mert elmész kettőt metróval. Mivel a Balatonnál futam, ezért nem lesz rappart, de egyébként igen. Tehát nincs egy Kossuth metró, Moszkva kiszáll, kicsi levizet, nagyon futni. Igen, levizni magát egy mozgó lépcsőni rajtszám leszed, lemész, mész két megállod, fölmész, futsz tovább. Nincs ilyen? Nincs, nem, vagy legalábbis nem tervezem. Balaton nem futtok majd? Balatonos lesz. Ja, nem városi, vagy nem főváros. Város az is ott van, nem Balatonparton város is, de ez nem fővárosi lesz. Ez jó hangzik. Na jó, de majd te jössz az angol autódat is beülök. Követjük pár kilométerre. Követjük az eseményeket. Na, ugye amiről beszéltünk a hírek előtt, az egy érdekes szavazás, lehet szavazni arról, hogy mi legyen a magyarok EB buszán. Hát ez önmagában is gyönyörű. Ugye az UEFA eldöntötte, hogy az Európa Labdarúgó Szövetségnek, az UEFA-nak lehetőséget ad arra, hogy milyen buzdító feliratot vessenek a magyar labdarúgó válogatott hivatalos autóbuszára a nyári franciaországi Európa bajnokságra. És hát nyilván, ugye humoros formában azért ez mindenkit elkapott ez a láz, nagyon sokan írtak különböző hozzászólásokat, hogy mi lehetne
ez a felirat, és hallgatóink is kitettek magukért, elképzelték, hogy mi lenne a magyar válogatott buszán. Ki valódi foci értékből, drukkolásból, ki meg ironizálva, hát ebből van több természetesen. Igen, ma jó indulatú SMS is, de ezt most nem találjuk meg, nagyon sok jön. Te azért azt tisztázzuk, hogy mi drukkolunk a fiúknak, velük vagyunk, ez egy nagy siker, és reméljük, hogy ez most úgy, mint az Oscar díj összekovácsolja az országot, és mindenki drukkol. De azért nézzük meg a feliratokat, hogy mennyire drukkolnak. Jobban is kovácsolhatja, mint az. Igen, mint az Oscar? Igen, annál kicsit jobban is kovácsolhatja, mert azért annak nem mindenki örül, de most erre ne térjünk ki, hogy miért nem, vagy hogy nem. Igen. Na, nézzük csak hallgató, hogy mit írnának föl. Azt mondja, a buszra a Magyar Honvédség tulajdona ír. Valaki csak azt írja, Marseille-Budapest gyors járat. Hát ebben azért van egy kis ironizálás. Igen. Ha mit ér felünkre jössz, nem veheted el a labdánkat. Tom küldte nekünk. Legyen ráírva Fabulon. Égés ellen. Attila küldte nekünk buszoldalára. Kérjük a honvédséget, ne vegyék el a buszt, Franciaországba kell kijutnunk. Valaki annyit írna, Böde földhöz busz. Jó. Egy emlékszik a hihetetlen csípődobással. Szlogen a foci válogatott buszára, Hofi után szabadon szúrt ki, különben pattog. Azt mondja, a buszra Hungary, 44 évente találkozunk. Péter küldte nekünk. EB buszra, magyar focisták vagyunk, nektek mi a szuper képességetek? Én ezt szeretem. Magyar buszra, nyugi, nem Zsuzsi vezet. Gólyó bácsi küldte nekünk. Valaki csak annyit írna, hihetetlen, de igaz. Hány éve volt az EB egyébként? Tényleg, 86-ban VB, előtte az EB. Tehát 30 vagy 40 év, 40 ugye? Év. Hát 44 hihetetlen, 44 év, igen. Én csak annyit írnék, ezt is megértük, ezt Sanyi küldte nekünk. Felirat a buszra, azok vagyunk, nem tévedés. Hagyjuk. A mondat a buszon némi rossz indulat, a Balázs elküldte nekünk, mi már hazamegyünk. Szemét. Szemét. Igen. Valaki ennél is szemetebb, csak annyit ír, élő állat szállít. Ne, na. Szemetek vagytok, igen. Van, aki csak annyit ír, a tökít a szotyi. A tökít, igen. Ó, Istenem. Igen. A buszos mondat, amit felírnék, bár higgyétek el, drukkorok, véletlen volt. A buszra, szintén én nem, mert szeretem a magyar válogatottot, drukkoljunk nekünk együtt, semmi baj, ti is megpróbáltátok. Kaptuk ezt is SMS-ben. Na, hát ezek lennének a feliratok. Még egy nyugi, nem Zsuzsi vezet, én azért különösképpen. Én ezt különösszeltem, igen. Hopon, hopof, úgyis csak város nézni jön. Igen. Nem akarjuk őket bántani, de hát ez egy szavazás, gyerekek. Hát erről megkérdezték a magyar lakosságot, hát van, aki egy kicsit ironizál, és így. Így próbálja ezt kifejezni. Hát, ha már erről lehet szavazni, humorizáljunk kicsit. Évente, két évente, öt évente ott lennének, akkor az ember persze nem ironizálna rajtuk, de azért viszonylag ritkán fordul elő, hogy magyar válogatott ott legyen az Európa-bajnokságon, hogy persze. Tényleg jogos lenne egy ilyen Veni, Vidi, ciao felé. Jöttük rá, ciao. Igen. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért szögezzük le, hogy drukkolunk a fiúknak. Így van. Ha már kijutottak, akkor reméljük, hogy tovább jutnak. Már hogy minél tovább, úgy értem. És aztán tovább. Nem? De, hajrá! Tovább. Hajrá. De tényleg így van. Mutatjuk, hogy mi a beugró. Jó, figyelje mindenki. Ha a hármasugrás szeretnétek játszani, akkor ezt kell kitalálni. Ez a beugró a hármasugráshoz. Most lehet, én vagyok lelassulva, de nekem egy sincs meg. Gyakorlatilag napról napra egyre nehezebbek. De nem lehet, hogy azért, mert ezek olyan dolgok, amiket egyébként nem játszunk? Nem, Viktor megértett a promó lényegét. Most te kérted, hogy legyen rövid. Én mondom, hogy legyen nehéz, meg legyen rövid. Ezt most megmutathatjuk még egyszer, nem? Mehet. Na, ha? Csak az van benne. Egy se. Jó, hát a hallgatók úgyis tudni fogják. Bízzunk bennük. Jó, kettő darab dalcím, vagy pedig kettő darab előadó az, amit el kellene nekünk küldeni SMS-ben. Jó, bármi jó, ha szeretnétek hármasugrást játszani. Várunk még friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 9 óra után vagyunk pontosan, 8 perccel. Jött, hogy ez most milyen zene volt? Jött SMS, hogy de jó volt ez a nem hip-hop, vagy nem tudom. Jó, ez az Elton John érje valamit. Zongoráznak benne, akkor az csak az lehet. Ma minden reggel megkaptuk a különböző zenékre, hogy de jó. És aztán most ezt egy ember küldi, vagy valaki többen küldik, nem tudom, de nagyon jó. Igen, megint hát már nem Robbie Williams se a régi. Igen, jó, ez Elton John, ez is megjött, igen, amit mondtál. Na, egy könnyed Scorpion sosem árt. Ugye? Mennyire ragadós ez a dolog. Reggel valaki elküldött egy NSZT-zsár, nem tudom, egy pinkre NSZT-zsár, és azóta mindenki kommenteli a zenéinket ma reggel, és teljesen mást ír. De ez jó egyébként. Sűrű volt egyébként Scorpion szóval hétfőn. Komolyan? Mi nem mentünk el, ő elment.
Nagyon jó volt? Nagyon. Nagyon. Ugyan két napra Zsült elvesztettük, tehát az fogalma nem volt, hogy hol van, mert anya végre elengedte. De mit adtak elő? Egy stágerük, amit játszottak még? Többször. Nyilván, de jó, ha, de figyelj, ha még AC/DC-nél bedobod ezt az egy slágert, akkor még ott lenyeli valahogy az ember sok-sok folyamékkal. Egy AC/DC-t hallottál, az összeset hallottál. Az Scorpionsnak rengeteg sláger. Komolyan? De te már ennyi idős vagy, hogy Scorpions koncertre jársz? Vagy mész a Grenikre, vagy mit csinálsz? Nem volt korhatár. Mit csinálsz te ott? Jó, nyomtad? Nagyon. Hát olyanok lehetnek a zenében, mint egy halálítélt infomániás, nem? Aki állandóan ugye még azt hiszi, hogy az utolsó fellépés, és utolsó, a Jaggerék is ilyenek, hogy minden koncerten kicsit meghalnak, de hogy ettől jó. Hát egyébként. Mondjuk, hogy a kettőjük közül mondjuk választatnék, akkor inkább a halálítélt infomániást választanám, mint a Scorpionos, de... Igen, ezek az öregedő rockkerecskék, amikor még így odavágnak egy nagyot, az jó tud. Az jó tud lenni. Nem Feri rád is. Egy utolsó. Hiányoztam. Egy kicsit mindenkit megcsipkedek. Ezért jó, hogy visszajöttem. Hát tőlem tudjátok, csak ezt várhatjátok. Csak a jót. Ajándékot, kedvességet, ugyan már, azt másra viszem. De csak a jót. De bennünket már ez lök tovább. Hát persze. De én már úgy nem tudnék semmit csinálni, hogy valaki azt mondja, hogy jó van. És látom, hogy egy rajongó is visszajön, így olvasom itt az SMS falakat. A 2.11-es végű SMS írójának üzenem, hogy attól, hogy bocsánatot kérsz, még azért férfi hímtagnak neveztél minket, tehát fekete listára raklak. Nem fogjuk látni az SMS-eidet, jó? Ajajaj, de rosszak vagytok. Szóval nem tudsz úgy jót csinálni, azt mondod? Nem, hogy én már úgy nem is tudnék belemenni semmibe, hogy így, mert ha arra gondolnék, hogy ez a Barzsinak biztos tetszeni fog, azt mondja, hogy ez az Feri, de jó vagy, érted? Úgy viszont igen, hogy ezért mit fogsz kapni adásba, csináljuk, már csak azért. Tehát már ennünket szerintem ez motivál a Janival. Nem, én ezt is Milyen unalmas lenne, nem? Persze. Milyen unalmas lenne? Fúj. Hát most itt érted, itt most elmondanám, hogy persze, hajrá, megcsináld. Hát az sokkal jobb a véredet. Sokkal jobb a véredet szívni, hogy mit tudom, elmesélek egy sztorit arról, hogy valakinek leszakadt a retinája a maratonfutás közül, és látom rajta, hogy ezen kis elgondolkozó, hogy ez kell neked. Hát most azt mondanám, hogy hú, de jó, Feri, hajrá, kussába, semmi nincs. Azt mondom, Feri, óvatosan, mert hallottam én ilyen történetet, hogy valaki kicsit belevakult abba, hogy lefutotta a maraton. Egyből jobban megbecsülöd ezt a dolgot. Már én igen. Ehhez nem kéne ezt. Fájáljál meg, nem ér annyit, hogy presztízsel. Hát nekem volt egy konkrétan egy olyan ismerős, amikor rosszul választott cipőt, és 9 körme esett le a maraton. De megcsinálta. Hát megcsinálta, nem volt vidámhoz utána a következő időszak. Azt azért, de amikor újra nő 9 lábú jön a körön. Borzalmas. Rosszul választotta meg, túl szűk volt a cipő, és nem is vágta le a körmeit, és végig ugye 42 km-en keresztül feszegette az orrának, már a cipő orrának a belső része, a körmeit. És amikor leesett az első, miért nem állt meg? Vagy amikor másik, mert 9 lesik, ahhoz kell tűnjelem. Ez beesett le, mert az ennyi volt az én körmem. Milyen komoly fájdalom küszöbe van ennek az embernek, leesett 8, és még mindig nem állt meg, megvárta, hogy leesen a kérdés, és azt mondta, mindegy, most már csak egy van. Azzal már végigfutom. Azzal már, hogy vagy beérek, vagy lefutom. Van komoly fájdalom közöbb. Utána, ahogy abba hagyta, utána szépen igen, levált a mindegyik köröm ugye bevérzett szépen, és akkor így az elkövetkező napokban szépen lassan kezdtek elválni, és a vége az lett, hogy egyetlen darab körme maradt, az is az egyik kis lábujján. Sokat az már nem kapaszkodik. Picit kellemet. Hát akinek vált már le körme, és utána újra nőtt, hát az tudja, hogy ez borzalmas. Borzalmas érzés. Hát legalább egyszerre úgy 10 új körmed van, tehát ebben ez a jó, nem? Tehát, hogy akkor hívják teljes megújulás. Ez a teljes megújulás, igen. Egy kamion beszorult a Lánchíd alá a Margit híd irányába a rakparton pont előttem. Mindenki vigyázzon, pillanatokon belül hatalmas dugó lesz. Köszönjük, hogy elküldted nekünk. Sajószögeden a megszokott helyen van egy trafik görbeházán, a Debrecen felé tartókat fotózzák, ott is figyeljetek. Aztán az M1-esen az M0-ás lehajtó előtt két autó az út közepén, hatóság még nincs kint, selfie király küldte nekünk. A Köszegi egyenesben szintén trafi van, vigyázzatok, valamint a harmadik kerületben a Bécsi út 149-es szám előtt. Trafi az Árkád mögött, a Gyakorló utcában szintén, valamint Dunaharasztin csúnya baleset a Hév megállónál még mindig tart a helyszínen, és nagy dugó van arrafelé is, üzente Marcsi. A Tavaknál Mór felől Székesfehérvár előtt baleset, és Almádi és Fűzfő között mérik az Almádi felől érkezőket. Ez Galaxis Gabi küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, megnézzük, hogy mit írtak hazánk trójai? Meg, hogy, már egyre nehezebb a helyzet. Igen, erről beszéljünk egy kicsit, hogy ez egy rövid rovat volt, de hogy át kell gondolnunk, mert elindult valami, amit te is mondani akartál. Igen, hogy kiszúrsz magadnak valamilyen történetet. Én pont a héten
Balvin Barbarába akadtam bele, nyilván ez is kor függő, már hogy ilyen nagyon aranyos kis nőket nézeget, csodálatos hölgy a Balvin Barbie, és a magyar nép neki esett, érte nem mi kezdtük el a dolgot, hanem egy külföldi komment jött rá, hogy kövér vagy Barbie. Néhányan próbálták megvédeni Balvin Barbit, egy csomóan viszont beszóltak, hogy tényleg, te semmire kellő izé, jött, amit eltöltött, és kiszúrtam magamnak, hogy ezt behozom csütörtökre, mert ő egy tulajdonképpen azért csak világhíres csaj, szép, kedves, aranyos, nem hülye, lehetünk rá büszkék, egy jó dolog, és eltűnnek a kommentek a hírek alól. De úgy, hogy az egész, tehát hogy az a hír, ami kommentelhető volt, és 500 van alatta, az egyszer csak nem lesz kommentelhető, és az összes eddigit nem találod meg, de sehol. És ott oda van írva, hogy ez a cikk nem kommentelhető. Nem, de le kell ilyen kommenteni az összeset, az és aztán utólag úgy visszatérni rá, tényleg nem lehet, mert nem lehet tudni, hogy mi van, hogy vagy az érintett, vagy a sajtós, vagy pedig maga a sajtóorgánum az, aki lépéseket tesz, mert elkezdik olvasgatni ugye a kommenteket, amik azért elmennek sokszor tényleg a becsületsértésnek a határáig, és akkor egy idő után ezt meg valaki a három közül, vagy mondom az érintett, vagy az újság szerkesztője, vagy pedig a fene se tudja ki, a sajtos, vagy én nem tudom ki, a főszponzor, vagy akárki, és aztán eltüntetik őket. De tényleg, ez is abszolút igaza van egyébként a Ferének, mert ugye a Balvin Barbie tényleg egy picit, egy pár kilót most felszedett. Jó, nyilván azért is találták meg velem, mert rákkorában ez a kicsit ilyen, hát egy ilyen filigránabb, kicsit ilyen kis csajosabb alkat volt, inkább a jellemző, és így nem jelentek meg róla új fotók. És készített néhányat, aminek enyhén szólva is ki van gömbölyödve, önmagához képest nyilván. Nem lehet, hogy itt egy olyan társadalmi jelenségről van szó, hogy annyira kezdenek tényleg ezek a kommentek eldurvulni, és annyira mindenki ezt már egy ilyen fura gőzkiengedő szerepnek használja, és olyan módon, olyan stílusban ír, hogy lehet, hogy eljutunk oda, hogy előbb-utóbb az egyik cikk sem lesz kommentelhető. Tehát én már látom azért itt különböző oldalakon, Origón nagyon sok cikk van, Indexen nagyon sok cikk van, ahol már egyszerűen úgy születik a cikk, hogy már beírod alá, vagy már beírják oda azonnal, mert tudják, hogy mit fog kiváltani emberekből, hogy nem kommentelhető a cikk. Nyilván ezzel ők ugye hát kattintás számot vesztenek, többet tudsz kommentelni, annál többször vagy az oldalom. De lehet, hogy ide fogunk eljutni, nem? Szerintem 10 közszereplő esetében mondjuk 9-ből meg tudod előre mondani, hogy lehet-e kommentelni alatta, vagy sem. De most már azt vettem is, hogy a közszereplők a saját oldalukon is törlik a kommenteket. Tehát, hogy most már meg nagyon sokan... Hát, jó, de amikor azt értjük. Milyen különös perverzióból kommentezze más közszereplők oldalá, ezt számomra teljesen feltogadatlan. Ezt nem is tagadom. Amikor nagyon betalálok, akkor rögtön törlik. Én nem szoktam sértegetni senkit. Tehát, hogy ezt abszolút kihangsúlyozom, hogy én nem vagyok bunkó. Én de azért meg kicsit oda csípsz azért. Ironizálok egy kicsit, és amikor... A kassa nem egyszer tiltott kiállni van a saját oldalára. Mindig betrolkodtál valamit. Meg egy csomó mindenki más. Ő túlérzékeny volt a kasza. Jó, igaz, tipikusan van egyfajta túlérzékenység, igen. Egyszer volt, de azért tiltott egyébként konkrétan le, azt elmondhatom, mert hogy őt beszponzorálta valamilyen, mit tudom, ilyen valami szénhidrát szegény kajákat forgalmazó cég, és akkor volt szabad 3 percet. Igen, és akkor Tibi beírt egy ilyet, hogy mit szóltok hozzá, már hogy hívják, hogy milyen nagy hatásfokú a diéta, amit folytatok, valami ilyesmi volt, és akkor beírtam, hogy még el se kezdted. És erre ebben a pillanatban. Abban a pillanatban kivágott, mint macskát kokálni. De becsüllek, hogy ilyenkor visszamész, új néven regisztrálsz, még egyszer bemész. Nem, a esetében nem. Nem, hát a kalapolj, neked mennyi időd van komolyan. Nem, mert az a baj, hogy Tibi túlságosan sok magas labdát ad, tehát arra már tényleg nem lenne idő. Nem, a Tibi nincs baj, a Tibi épp laktóz vagy glutén érzékeny, attól függ, hogy ki szponzorálja, de hogy egyébként... Ja, persze, így van. Most a laktóz, most csak glutén, eddig nem tudtam. Tehát ezzel egyébként nincs baj, mi imádjuk, szeretjük. Én legalábbis kedvelem nagyon. Hogy itt nem egy milyen, hogy a képen ott volt egy kép, és egy sráccal együtt. És megint volt szabad 3 percet. És akkor oda volt írva, hogy hívják, hogy a legjobb barátommal, és akkor be akartam írni, hogy a legjobb szponzoroddal. Azért neked sok időd van ám, azt kell, hogy mondjam. Tehát azért, hogy az összes ilyen kis nicknémekkel te ott bemész. Van egy rovatunk, az a címe, hogy troll percek, és gyűjtem az anyagokat. Lehet, hogy már csinálod az anyagot. De lehet, hogy már a tiédet is beolvastuk, és énkor lapítasz, és lefele nézel. Nem tudom, hogy így volt. Mikor előveszünk egy Berkis hírt, vagy nem tudom, Sobert Norbiról. Ugye vannak az állandóan, nem mondom, hogy áldozatok, de akik ugye a Soberték, a Hajdújék, a Sarkáék, a Berki. Magas labdák. Akik magas labdák. De hogy figyelj, tehát hogy tényleg felmész az internetre, és azt látod, hogy mit tudom én egy Vujtrutka esetén, vagy egy Kovács Ákos esetén. Az igaz, vagy, amit olvastam? Vagy egy Stolbuci esetén, érted? Már nem kommentelhető alapból a cikk.
és látod, vagy például, ahogy észrevettem most az utóbbi időben, például a Saul fia kapcsán egy csomó internetes portálon nem lehetett hozzászólni már, mert valószínűleg egyiket ők is megunták. Igen, igen, hogy mi következik. Igen, mert ahelyett, hogy a sikernek örülnénk. Értek, ez a Saul fia, ez egész egyszerűen megdöbbentő. Tehát én olvasom a kommenteket, és hát nem kell filmrajongónak lenni, meg nem kell szeretni a magyar filmet, egyáltalán a filmet sem, csak egyszerűen érezni kell azt, hogy ennek az országnak most tényleg szüksége volt valamire. Egy közös mert, jó élmény végre. Egy közös jó élmény, mert hogy a hírekből azt hallott, hogy nem sok jó történik velünk. A hírekből azt hallott, hogy tényleg szanaszét van az ország, és mennyi más helyre lehetne költeni a helyet, mire költünk, meg mi történik. Szóval tényleg az ember nap mint nap olvas már olyan híreket, hogy az eszed megáll. És itt van egy ilyen hír, hogy hajnali, nem tudom, idő szerint fél négykor lehet, hogy sok-sok év után magyar filmesek és Magyarország, és egyáltalán mi ugye együtt, most már ugye a 10 millió aztán erős túlzás, mert egyre jobban fogyunk, de hogy nyerünk egy Oscar-díjat. És erre olvasom a kommenteket, és egész egyszerűen elképesztő, hogy még egy ilyennek se. De hogy akkor tulajdonképpen mi az, amire egy ország egyöntetően odaállna. És megmondom, én élőben néztem, és kifejezetten izgultam, hogy meg lesz-e. Igen. És hallottam, hogy valaki egy repülőn kezdte el kiabálni, mert már előbb bekapcsolta, mint ahogy megengedték neki, és az egész repülőgép tapsolt, hogy közben tényleg ennek az országnak erre az élményre milyen baromire szüksége lenne, hogy örüljünk összekovácsolódva egy nagy közös jó, ami jó dolog. Figyelj, mert hogy nem sok jó van, basszus, hát azért azt mondjuk és meg. És azzal kapcsolatosan, ami nem rasszista volt, a bejegyzések, olyant is olvastam, akinek csak abból volt elege, hogy ez a film már megint nyert valamit, és ez az Oscar, érted? Igen. Tehát aki nem a nagyon szélső megnyilvánulást tette közé, az azt mondja, nekem már, most már, de tényleg, már hogy már megint nyert. Hülye vagy, mert jó, hát nyilván. És nem kell, tehát nem kell gyűlölködni, mert nem kell gyökérnek, meg egy bunkónak lenni, csak azért, mert nem szeretem a témát, nem szeretem azokat az embereket, akik készítették a filmet, vagy nem szimpatikusak számomra valamiért. Nekem se ők a világ legszimpatikusabb emberei, én nem szeretem például, hogy nyilatkoznak. Nem ez a non plus ultra szerintem ebben a témában ez a film. Nekem van olyan film, ami sokkal inkább megérintett ugyanebben a témában, de nem írok be ilyen gyűlölködő, ultra bunkó hozzászólásokat. Nálunk is volt egyébként ebben, semmi titok nincsen benne, mert aki látta például a kommenteket a mi Facebook oldalunkon, amikor megnyerték ugye az Oscar-díjat, akkor azért feltűnt egy-két olyan komment, amik utána eltűntek, ezek azért tűntek el, mert le kellett őket egyszerűen törölni. Mert egy olyan ultra gyökérséget, hogy valaki azt írja be, hogy remélem még sok olyan esemény lesz a jövőben, amiből sok ilyen filmet lehet majd csinálni, ez olyan szintű gyökérség, hogy hát ez egyszerűen, minden, egyszerűen elfogadhatatlan. Nekem nincs olyan és azzal, utána hogy... még lájkolja ezt a hozzászólást még 6-8 ember. Igen. Na most őket így egy csomóba szépen töröltük a Facebook oldalunkról, mert én, és azt gondolom, ezt mindannyiunk nevébe mondom, és mondhatom, hogy nem ilyen embereknek készítünk mi rádióműsort reggelenként. Ez elfogadhatatlan, ez a hozzáállás. Ez nem vicces. Nem tudom, hogy mi kellene, hogy megnyerjük az EB-t, vagy nem tudom, hogy lenne egy olyan ügyünk, ami arról szól, hogy itt sok-sok millió magyar ember együtt tényleg közösen boldog, vagy örül valaminek. És közben pedig én azt látom minden szinten, bárkivel beszélek, hogy közben ezt mindenki éhezi, ezt a fajta sikert, meg a jót, meg a pozitívumokat, mert hát basszus, hát most olyan idők vannak, hogy nincs túl sok minden, amitől jobb kedved lenne. Hát elég megnyitod egy internetes oldalt, megnézni, hogy mi történik ebben az országban. Nem kacagva csukod le a laptopot, nem? Itt nem van. Mondod azt, hogy hú, hát na most akkor megint itt minden rendben van, de hogy van rendben. És közben egy ilyen sem elég annak, hogy mindenki felhőtlenül örüljön, hogy kimondták Magyarország nevét, hogy ott vagyunk, hogy Oscart nyertünk, hogy láttuk a filmet, nem láttuk, szeretjük, nem szeretjük. Hát szerintem minden, amitől jobb ennek az országnak a nemzetközi megítélése, az jó hír, az jó, annak örülni kellene. Független attól egyébként, hogy hova tartozik a kultúrának, vagy a politikának melyik szegmenshez. Ha ettől jobban cseng az a név, a nemzetünknek a neve, a magyar szó jobban cseng külföldön, akkor annak örülni kellene. A trütkó igaz? Most én kérdezek egy-két igaz. Dolgot, mert hogy én nem voltam, én azért interneteztem, tehát most nem szerintem csak... Szerintem az nem igazi, az a csáv. Hát mondjuk igen.
igazi, vagy nem igazi, csak egy gyors huszárvágással, ha már ilyen kis rövid híreket elemzünk, hogy volt egy interjúja Krisztiánnal, és állítok, nem megfelelő hangnembe jelezte. Azt láttam azt az interjút, az nem volt szerencsés interjú a Trütkónak a Berkivel. A Trütkó évek óta ezt mondja, hogy ő küzd az olyan celebek ellen, akik kereskedelmi televíziónak a reggeli műsorában dolgozni. Egyébként meg én azt gondolom, ahogy mi is, úgy minden egyes műsorvezető, aki a médiában dolgozik, egy reggeli műsor, mert független attól, hogy most rádió, televízió, kap egy adásmenetet. Abban az adásmenetben benne van az, hogy ki lesz a vendég, és akkor és még mielőtt megtörténne ez az interjú, akkor jelezhetette nyugodtan a szerkesztő vagy a főszerkesztő felé, hogy valamiféle problémád van. Volt ilyen például annó azt mondja, hogy a bumerángban, a bumerángban is. De például volt olyan, hogy mondjuk a Boros Lajos nem akart a Kovács Ákossal egy stúdió ülni. Mert ő azt mondta, hogy neki valami problémája van vele, nem tudom, hogy mi volt konkrétan a probléma, de ez eset megtörtént, fogta magát, kiment a stúdióba, nem beszélgetett vele. És a Trütkó is egyébként jelezhető. A másik pedig az, hogy a TV2 az egy kereskedelmi televízió, és a kenának a kereskedelmi televíziónak ha tetszik, hanem az egyik húzó neve Berki Krisztián. Igen. És nem fogsz oda kakálni, ahonnan egyébként kapod a fizetést. És most kirúgták? Ki? Tényleg? Azonnali hatállyal, igen. A szett után? Hát én nézzük, én láttam azt az interjút, én egyetértek Jánossal, hogy én értem Trütkó mondandóját, azt is gondolom, hogy egyébként én megértem az ő célját, hogy ő az olyan emberekkel szeret, tud beszélgetni, akik letettek valamit az asztalra, a hétköznapi hősök, tehát ezen nincs baj, de amit igen, amit teljesen az ugyanakkor valaki egy kereskedelmi tévé, ami azért a bulvárról szól, a celebekről szól, egy reggeli műsorában, ahol azért ilyen tingli-tangli témákat beszélnek is sokszor, rengeteg celeb megy be, rengeteg bulvárhős megy be, ott ülsz, és ezt a szekeret tolod, majd utána tulajdonképpen ezzel szemben, mert azt mondta, hogy nem tudok beszélni. Tehát szerintem azt az interjút meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy úgy viccelsz a Berkivel, vagy csinálsz belőle finoman hülyét, hogy nagyon jól és nagyon elegánsan és nagyon szórakoztatóan teszed, de a Trütkóval nem ez volt a baj, hanem frontálisan úgy menne ki. Hát direkt megnéztem azt az interjút. Azt olvastam közben, ezt nem csak ezért más vezetőség miatt, tehát rengeteg minden más balhé volt. Én nem tudom. Tulajdonosi körből is valakit így megtalált, ugye volt neki egy ilyen kezdeményezése, és akkor ott azt se vették valószínűleg jó néven, hogy az egyik fő tulajdonost is megtalálta. Ja, amikor Andy Vajnát kihívta egy ilyen csekkbefizetésre. Igen, mert hogy állítólag tehetős ember. Tehát, hogy nem biztos. Mondjuk ezt én nem érzem erősnek. Hát Andy Vajnáról mindenki tudja, hogy tehetős egyébként. Hát most ha ezzel ott baj volt, hát most nem így vagy te Andy Vajnát. Sok gombócot pakolnak a töltsérbe, és így inkább ez ledől. Volt, igen. Tehát, igen. Hogy így valószínűleg ez lett. De ugyanakkor meg tényleg ez egyébként egy ilyen visszás, meg ellentmondásos dolog, hogy kereskedelmi televízió reggeli műsorában, ahol egyébként egymásnak adják a kilincset a mindenféle ilyen bulvárcelebek, akkor bejön Berki Krisztián, aki ráadásul a csatornának az egyik húzóneve, húzóarca, aki miatt is nézik azt a tévét, és akkor beszólsz neki. Igen, hát csinálj olyan kulturális háttérműsorokat. Nem, az meg lehet ezt, tehát egy jó riporter, és a Trütkó szerintem nem egy rossz riporter, az meg lehet csinálni, hogy ezt a beszélgetést, és végén azt mondta, ez tök szórakoztató volt. Tehát azért mi is nagyon sok mindenkit megmarunk, bántunk úgy meg, vagy hívjuk ide be, vagy a geszti legutóbb, hát szegény mit kapott, vagy az Ákos, amikor bejön, hát állandóan annyit kap. És tök jó arc, hogy bejön ennek ellenére. Házhoz jön a pofon, én egy csomószor, igen, és szeret ide bejárni. Tehát én sajnáltam, nyilván hát azért ő egy ilyen alapító ember volt ott, vagy egy alapító tag, ezt is sose olvassa az ember szívesen, hogy kirúgják. Csak például azt láttam, hogy nála is törölték az összes kommentet. Uh-huh. Tehát, hogy semmit nem tudtál beírni alá. Nem tudom, hogy mi a jobb világ, hogy az a jobb világ, ha nem kommentelhetünk egy cikket, vagy az a jobb, ha mindenki elmondhatja, hogy mit gondol. Tehát, hogy merre tartunk, érted? Vagy egyszerűen ezen típusú kommenteknek már nem engedsz. Már nincs is helye. Nem engedsz, és azt mondta, hogy nem, ez nem arról szól, hogy gyűlölködj, hogy itt old meg azt, hogy mi van az életed, de hogy miért rossz a házasságot, hogy miért utálnak a gyerekeid, ne azon a szerencsétlen töltsd ki, ne kommenteljél. Tehát, hogy nem tudom, mi a jobb megoldás. Én egyébként inkább arra hajlok, hogy egyetértek azzal, hogy már bizonyos cikkeket ne lehessen kommentelni. Na jó, de akkor meg az nem szólásszabadság, hogy nem tudom, te elkezdesz ott masszívan a Saul fiánál, nem tudom zsidózni, meg nem tudom, mert az nem tartozik abba bele. Szóval, hogy... Az nem. Az nagyon nem ez, szerintem. De furcsa tényleg, mikor mondom, ez a Trütkó eset is tényleg furcsa, hogy egy bálnavadász hajók szolgálsz, és akkor meg bálnáknak szurkolsz. Tehát, hogy ilyen... Igen, a maga az interjú az nem volt egy szerencsés, szegény Trütkónál, igen, mert rossz napja volt, vagy rosszul kelt,
az nem volt szerencsés. Na nézzük tényleg, ha trollpercek, hát el kell gondolkozunk ezen a rovaton, mert ha mindenhol mindent törölnek, akkor itt fogunk ülni hülyén csütörtökön. Tehát akkor le. Figyeljetek, akkor kénytelen leszek napi 8 órába tolni. De akkor dold már egyből, amit te betoltál, hogy nekem ne kelljen kikeresnem, hanem mondod, Bali, ezeket írtam, mely meg csak beolvasom. Bízhatsz benne. Jó, csak nézzünk egyet-kettőt, de tényleg egyébként egyre nehezebb találni. Ugye itt van például ez a sokat emlegetett Saul fia, Nemes Jeles László első filmje. Ugye bekerült az öt legjobb külföldi film közé, és aztán meg is nyerte, hál' Isten, az Oscart 34-35 év után. Tehát ugye elképesztő nagy dolog tényleg. Hát és az Oscar a 40. díja volt a filmben. A 40. Igen, döbbenet, hogy ilyen díjas. Jönnek hazánk trójai, és vérbe mártott klaviatúrával, elmondják, hogy mi a frankó ezzel a filmmel igazából. Amit mi nem tudhatunk, hétköznapi emberek. A film érdemtelenül nyert. Egyébként amennyire borzasztó, közben kicsit annyira szórakoztató is, igen. Mivel az csak a tartalmi részvitel az Oscarig, az csak a téma, amiről szólt. Amúgy egy nagy nulla az egész film. Nemes Jeles, hogy akkor kezd érdekes lenni, ha más témában is hasonlóan kiemelkedőt alkot. Nem muszáj Oscarig jutni, elég a kritikusok és a nézők többségének véleménye szerint is jó a film. Na majd akkor térjünk erre vissza. Mm-hmm. Tehát mintha az egyébként rossz ember lenne, aki nyer egy Oscar, de utána nem csinál semmit. Számos érrendező van azért a világ történelmében, egyszer nagyot alkotott, vagy nem akart, abba hagyta, nem jött ki neki lépés, de attól ő még azért csinált egy Oscar-díjas filmet. A közönséges bodobácsoknak a nemi életéről is tud majd egy Oscar-díjas filmet kész, akkor igazi Egyen. Filmre. És azért külön jó, hogy kiemeli, hogy csak a téma miatt kapott, hogy külön kiemelték, hogy a látásmódja miatt is kapott a film. Tehát nem a téma ahogy miatt. Ahogy fel volt dolgozva. Persze. A látásmódja volt az, ami... Jön a helyeslő egyetértő. XY teljesen egyetértek veled, írja. Ugye ő kap egy kis megerősítést. Ha másról szól volna, a kutya sem törődött volna vele. Csak a témám miatt nyert. Újabb hozzászólás. Eddig is untam már a film körüli felhajtást, de ezzel most újult erőre fog kapni a hype. Már a fülemen jön ki az egész. De persze, szép eredmény, gratula. Csak már unom. A teljes nihil és az elmúlás és minden, ami ehhez hozzátartozik. Ő már ezt unja. Jó, most egy Oscar. Unom. Itt érdekel. Igen. Szép eredmény ez így, az abszolút lemondó, de a magyarokat ez alig, ha érdekli. Ez sem feltétlenül igaz. Ja. Igen. Köszönjük, megérdemeltük, sok pénzünk van benne. Remélem a profitból is kapunk. A teljes eltévedés. És amit nagyon szeretek, még nem is láttam, de már unom. Jó. Ezt arra, hogy Magyarország végre Oscar díjat nyert. Lagzi Lajcsi külföldre költözik a családjával. Hú, mit kapott Lajcsi? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Ő ugye megosztó személyiség volt az eset előtt is, és akkor ahogy elkezdődött ez a bírósági eljárás, akkor aztán kapott szegény hideget, meleget. Még tegyük hozzá, hogy azért itt havonta egy magyar celeb elköltözik külföldre. Utána két hét múlva ugyanúgy itt van, és ugyanúgy nyilatkozik, tehát mindenki mindig elköltözik. Azt észrevettétek? Ugye? Tehát itt elindult egy ilyen nagy... mindenki mindenhol elköltözik. Azt mondja, hogy elköltözik a családjával arra az elhatározásra jutott, hogy fényűző életmódjukat feladják, és egy jóval szerényebbért elmennek külföldre. Lehet, hogy gazdasággal együtt eladják a birtokot, és külföldön kezdenek új életet. Na, jönnek a trollok, akik végre örülnek, hogy valami rosszról lehet írni, és hozzá lehet szólni. Az eneművész meghatározás kicsit erős. Miért is? Mert mulatos, tudod azért? Jó, igen, és tudjuk, hogy egyébként... Picit érdemes utána ásni. Igen. Nyugatra nem menj, Lajos, ott még jobban utálják az adócsalókat, tolvajukat, és az igénytelen lakodalmas szerint sem jön be nekik. Szerbia az jó, ott lehet, Csekonics báró persze, nem a sit elől menekülsz, ugye? Kérdezi valaki. Akkor vigye már magával Trütkót is, rúgjunk még egy fekvőbe, gyorsan, írja egy hallgató. Azt, hogy ez azért jelent valamit. Eddig az volt a szöveg, hogy visszavárja őt a kedves közössége, úgy látszik, fordult a kocka, jön a paranoid, összeesküvés elméleteket gyárt. Szembe köpi a rajongóit. Igen. Azt mondja, hogy talán a világhírű afgán vendégszeretetet tudom fel. az olyan masszív rossz indulat, hogy az emberek a haja kihullnak, tényleg, igen. De jó, hogy hagy fusson, menjen, csak elegem van már ebből a képutató pasiból, na meg a szent életű családjából, írja egy másik hallgató. Vagy ha nem is tudom, hallgató, hát inkább néző. Aztán a Berkinek az oldalán találtunk még egy-két dolgot. De ott inkább Rubintrékát bántják. Tehát átklikkeléssel Rubintréka és Berkiről van egy közös fotó, és a Berki rajongók azonnal belerúgnak Rubintrékába, csak kevésbé idézhető módon, igen. Te találtál még valamit, Jani? Nem. Ugye egyre nehezebb? Nehezebb, mondom, hogy konkrétan ez történik, amit a Feri is felvázolt, hogy elmentek magamnak hétközben én is egy oldalt, és aztán amikor visszakattintok, akkor a legnagyobb megdöbbenésemre azt tapasztalom, hogy nincsenek kommentek, mert eltűntek. Igen.
Hová tűnt Balázs a rádióból? A Morning Show történelme először ült humorista Sebestyén Balázs székébe. Akinek hiányzik, hát hiányzik, akinek nem, annak nem. Nekem nem hiányzik, rádió. Ez az. A klasszik. Nincs tévém, nem tévészek, de azért bekommentelek egy tévés hír alá. Nem hallgatok rádiót, csak Dostojevszkit olvasok, de azért egy rádiós hír alá bekommentelek. Na jó, már ha meglátjuk, pedig él ez a rovat, egyre nehezebb lesz, tehát lehet, hogy abba hagyjuk, beszüntetjük, mert ha mindenhol mindent törölnek, akkor igazából nem tudunk miből gazdálkodni. Úgyhogy lehet, hogy akkor ezt át. De egyébként csak fel kell dobnunk egy témát, mert most nézem az SMS falunkat, jönnek ide be. Igen, ha zsidókról csinálsz filmet, akkor az tuti befutó, Amerikában szeretik az ilyet, írja valaki. Így van. Jani már nagyon szaros a nyelvet, húzd vissza egy kicsit. Igen, persze, azonnal. Jó, ez most azonnal kinek kapjuk mi is, kinek persze. Nyaltam, mert ritkonak a TV2-nek, a zsidók, írd már meg, légy, picit képbe legyek. Igen, mindenkinek, igen. Na jó, van, 9:30 múlt pontosan 3 perccel, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek, ti beszéltek nemzetről, liberális nagyokosok. Álljon szép, igen. 9:30 múlt pontosan 3 perccel, jövünk a nap legjobb pillanataival, jó, úgyhogy... Játszunk egy, nincs kedved, így tudom, hogy elszaladt az idő. Tényleg. Ennyi teendőnk van 9 után, itt még játszani szoktunk. Azt a mindent. Hát akkor nem ennyi még. Ne rohanjunk még, akkor játszunk valakivel egy jó kis hármasugrást. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Halló, halló! Halló, halló! Halló! Sziasztok! Laci! Hello, Laci! Sziasztok! Honnan hívtál minket, Laci? Miskolcról, mivel foglalkozom, mit csinálsz? Hát én vendéglátós vagyok, most a szüleimnek segítek itt bent a belvárosban egy ilyen cipőfélbe, de itt nyáron vendéglátózok. Nyáron vendéglátózol, azt értettem, most mit csinálsz, egy cipőboltban most vagy? Cipészműhelyben. Az a klasszikus cipészműhely, hogy bemész, és még ilyen bőrszag van, ott vannak az eszközök, egy kicsi lámpánál, egy öreg szemüveges apuka hajt egy pedálos. Persze, Rémusz bácsi, persze, bent faszegekkel, hogy hívják, talpolja. De gyerekkoromban így emlékszem, a cipészműhelyek bementél, nem? Pici lámpánál masszív bőrszag, és álltál, és vártad, hogy anyád elhozza a megsarkalt csizmáit. Na jó, hogy beugrottál, Balázskám, ne ülj ide a kis tombomra, gyere, na, hogy jaj, de formás lettem, jó, nem tudom. Igen, igen. És megkérdeztem a cipész, hogy tudsz fejbe tartani 20 centit, Balázs? Persze, mondtam, mi vagyok én, Szabó? Várjál, csak megfordítom azt a szűzmária képet, nehogy baj legyen belőle. Aztán. Laci, fogd be a füled, ezt meg sem. Nyugodj. És akkor neked két cipész, Laci? Hát nekem van az édesapám. De végül ő sem teljesen cipész szakmát kezdte, hanem fényképész volt eredetileg, de... Ti nagyon jó halasztok vagytok. Nagyon jó. Egy fényképész család, aki cipészkedik, de nyáron egyébként vendéglátóztok. Sokszínű. Meg vagy, igen. Igazi multitalentumok vagytok. És közben bármixerkedsz is. Így van. Bármixer is vagy tényleg? Tényleg, mixer diplomám is van. Hát igazából nem diploma, de én két nyelvű Európa elfogadott mixer iskolába jártam. Két nyelvű? Angolul meg magyarul. Tekila. Fontos, hogy meglegyen. De ti lehet, mihez nem értetek? Hát sok mindent nem értünk, de nagyon sok mindent értünk is egyben. Az apukád ott van egyébként? Nem, nincsen. Épp van most kint. Nem, mert most éppen falfreskokat restaurál. Egy ortodox templom. Igen, most eljöttek a Vatikánba a Sixtusi kápolnát, hogy nézze már meg. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem is. Szóval szerintem nehéz. De én valamiért azt érzem, hogy neked menni fognak ezek a dolgok. Szerintem menni fog ez, Laci, figyelj ide. Megoldjuk. Jó, mehetünk? Mehetünk. Itt van az első kérdés. Ki írta az István a király című rockopera szövegét? Brody? Te jó vagy. Pontosan így. Ez belőled jött? Nem, az öcsém, itt a mellettem. Tényleg? Aha. Hogy hívják az öcsédet? Tamás, Tomi. Laci és Tamás. Uh-huh. Így van. Nagy csatája. Menjünk tovább? Mehetünk, igen, persze. Hogy nevezik a Spanyolország és Franciaország között elterülő hegységet? Spanyol és Francia. Na. Eppeles hegység, talán? Miért kaptok? Az egy másik kontinens. Az most hirtelen kicsúszott. Ez ki? Nem is én mondtam, az a helyzet. Hát kedd a tesódra, igazad van, én is egyből rátolnám. Én most nagyon megagyalnám. Fognám ott a cipőszeget, az jó elvenném vele. Egy faklumpával. Ja, ez a Pireneusok inkább. Pireneusok, igen. Igen, hát sajnálom.
Egy picit kapkodtatok. Elkapkodtuk, igen, nagyon pedig van még egy kicsi időnk szerintem gondolkozni. Abszolút, abszolút, igen. Az Apple, igen, az Janis mondta, az másik kontinens, tehát az gondolom. Hát ez az, de nem mondom, nem mondta, csak mondták, mert az gyorsabban van. Igen, ne, soha ne higgy a kisebben, a nővérem se hitt bennem soha, és be is jött neki. Na jó, hát nincs bumozás, mert ugye ez a második kérdés volt, úgyhogy elköszönünk akkor. Jó, köszönöm szépen. Köszi, sziasztok! Sziasztok. Hello. Ciao, hello, sziasztok! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 9:30 múlt, pontosan 8 perccel, ha van friss közlekedés írjátok, küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Egy érdekes hírről beszélgettünk kora reggel, a honvédségről, ugye? Hát ha ezt a szót most kimondjuk, akkor mindenki... Fogod a kocsi kulcsot és magadhoz szorítod. Igen, fogod a kocsidat és szorítod, mert hogy állítólagosan lefoglalhatja és használhatja a magántulajdonban lévő autókat a honvédség, ha ezt egy rendkívüli helyzet szükségessé teszi, és nyilvántartást végez a katonaság, terepjáró kisbuszok és teherautók kerülnek Lajstromba, ezeket összeírják, és hát ha valaki megjelenik, akkor át kell adni az autódat. Erről beszélgettünk arra reggel. Az autójukat. Az autójukat, így van, teli tankkal, ugye ez nagyon fontos. Az autótokat, mert neked kell átadni csak. Igen, és én ugye úgy jöttem ma reggel, egy kisebb szünet után, hogy tele vagyok ajánlott levélem, ma délután megyek a postára, ha kell-e aggódnom. Hát kiderült, hogy kell, mert hogy hallgatóink írták, hogy valóban létezik a dolog náluk már, például a teherautókat, hát nyilvántartásba vett a katonaság. Arról beszélgettünk, hogy ez a meglehetősen abszurd eljárást hogy kell elképzelni majd, ha ez valóban megtörténik. Lemosva, megtankolva. Bizony. Így van. Erről beszélgettünk kora reggel. Valamint itt volt a mi drága Gáborunk, aki hozott egy kutatást. A kutatás lényege pedig annyi volt, hogy kevesebbet tegyünk többször, és minél kevesebb legyen a tányérunkon, mert ezt ugye bebizonyították gasztropszichológusok, hogy ha nem szedsz olyan sokat, akkor nem is hízol meg annyira. Vagyis ne egyél, és nem hízol. Így van, amit te már megmondtál évek óta. Fogyni akarsz, ne zabálj. Ez... Erre most Gábor ráerősített, ő egy kicsit cizeláltabb értelmesebb formában. Így van, egy nagyon kis visszafogott kultúrát formájában előadta a kis mondókáját, aztán kiment a stúdióból, Ákos pedig észrevette, hogy a Gábornak a pólójának következő felirat van a Golú sorozatgyilkos. Ne! ez volt az újjáraírva a pólójának, és nem vette észre. Ez az igazi imidzsváltás az öltözködésben Gábornál. Na, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. Most mondtuk ugye, hogy holnap megpróbálunk valakit fölhívni a honvédségtől. Mi jobban vagyunk velük, meg jó a kapcsolat. Voltak is nálunk többször képviselőket. Hát ha valaki nyilatkozik a sajtóosztályról, hogy mire kell ez a sok-sok autó, nem? Hát nagyon szeretnénk őket holnap megszólaltatni. Hát mi mondjuk a tűzszerészekkel vagyunk nagyon jobban. Is. Akkor már hozzá kell jönnök Verda, vagy hozzájuk. Bombaszállítónak. Hát jó lenne elvinni az automat. Megmondtam, hol a Balázs? Igen, a pajzs van benne, húzd meg kétszer a baloldali anyós ablakot, aztán vigyél. Hát azért... valahogy ne vigyék aztán. Na, hívjuk a nap hallgatóját már is, aztán elköszönünk. Csabi külső helyszínen? Igen, egész héten oda van, turnézik, országjáró turné van. Uh-huh. Magyarben. A betyárja. Így felvitt az Isten a dolgát, amit nem burta. Ő már megy, mi nem. Jó, Istenem. Hát, pedig jó lenne. Morning Show? Az bizony, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt, ugye volt még egy témánk, miszerint az UEFA párat a lehetőséget adott arra, hogy valaki üzenete ott legyen az Európa bajnokságon résztvevő magyar válogatott csapatbuszán. És hát írtál nekünk SMS-t. Golyó bácsi, ugye jól mondom? Igen, jól mondod, pontosan. Igen. És mi lett volna a mondat, amit elképzelsz, vagy amit szeretnéd, hogy felkerüljön? Hát azért, mint igazi magyar, azért én szurkolok szívül a fiúknak, hogy büszkék legyenek az ország. Szóval bízom benne, hogy olyan sikereket érnek el. Persze, hát abszolút mi is ezt elmondtuk, hogy azért ennek ellenére drukkolunk, de ez egy szimpatikus kezdeményezés, igen. A mondatod az volt, nyugi, nem a Gyugyi vezeti. Igen, Balázs is nagyon kedveljük egyébként, reméljük, hogy érti. Mint igazi vezére a csapatnak azért. Persze, a Balázs nagyon jó gyerek. Jól van, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Szombati vagyok, de jelenleg Budapesten. Budapesten.
Jól van, küldjük neked, jó? Köszönöm. Köszi, sziasztok. Ciao. Hello. Szép napot. Hello. Balázs igazi vezéregyenység, mindig köré gyűlnek a többiek, amikor a legjobb bőr, arany és tajtékpipa árakról kell beszélni. Ne, hogy török azért. Most egyiket ott is neki amikor alkudni kell a bazár soron a márványtojásban, erre gondolsz? Igen, hogy egy jó kézi csomózás. Most azt olvastam. Márványtojás, hol hétszik? Régen Isztambulban mindenki a márványtojás hozott. Nem emlékeztek el? 30 évvel ezelőtt. De most elégedettek a Balázsra. Most jobban ment neki. Igen. És volt ilyen Kína, vagy nem tudom, mi merült föl csapatváltás, de hogy most... De az mindig felmerül. Igen, de csak ő nem hallott pont. Uh-huh. Na, én drukkolok neki. Remélem, hogy azért előbb-utóbb megtalálja, és bejön a számításra. Na, itt vagyunk Csabi. Hello, Csabi, jó reggel. Ciao. Jó reggelt, sziasztok. Hello, jó a buli? Te hiányoztál, Bali, merre jártál? Egyrészt ne hazudj, mert rátszakad az üvegstúdió. Igen, meg kettő, ez a fajta önzetlen érdeklődés, hogy ezt én nem nyalom be. Tehát, hogy én már hangsúlyokból is érzem, hogy nagyon kedves vagy. Nagyon nem, akartam is mondani, hogy az a baj a jó dolgokkal, ha már ilyen nagy bölcsességek elhangzottak ma reggel, hogyha kevesebbet teszel, akkor fogysz, hogy a jó dolgok azok mindig hamarabb véget érnek, mint a rosszak. És nem feltétlenül a te szabadságodra gondolok, hanem a turnéra, ami hétfőn indult, és most már csak két nap van hátra, és ahogy mondta az előbb is a Feri, ma Győrben várom a klassz hallgatókat. Itt vagyok az Árkádban, és van minden órában nyereményünk, 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány, és hát nem utolsó sorban ugye a kívánságműsor. A betyárját, Csabi. Hát Csabi, hogyha a jó dolgok hamarabb véget érnének, mint a rosszak, akkor a kívánságműsor 5 órás lenne. Te 5 órás egyébként. Tényleg? Akkor 13-ig. Ilyen tudtál volna fognál számolós. Csabi, és milyen 20 év után elvittek egy roadshow-ra? Hát eddig a farvizeteken mindig sikerült eljutnom klassz helyekre. Nem tudom, valószínűleg a te szabadságod miatt ti most nem jöhettetek, vagy nem értetek rá, de nélkületek is működik. Jó, nem annyira, de azért szeretnek engem is. Tegnap is jött valaki 3-kor, és mondta, hogy jaj, de kár, hogy vége, pedig a Janival úgy szerettem volna. De jó. Egy közös fotót készítem. Aranyos vagy. Egyedül vagy piros ott van veled? Ki most főz rá? A piros nincs itt, a piros az majd délután a stúdióban. Mondjuk azért az is egy érdekes hallgató, nem mi járhatott az ő kis buksiában, délután 3 órakor egy plázában. Igen. De szerettem volna Janival egy fotót csinálni. Hát, mindenfajta realitása megvan ennek egyébként, mert hogy pont 5 órája lett vége a Komár műsornak. Jó van, Csabikám, legyél ügyes, dolgozzál, jó? Oké. De megszerint így lesznek ennek ellenére, hogy ő kitelepül? Figyelj, mutatok nektek egy olyan dán csapatot, amelyik az Aqua és a Cut & Move után a zenei kritikusok szerint újabb sikereket érhet el nemzetközi szinten, legalább akkorát, mint mondjuk a Barbie Girl. Az a nevük, hogy Lucas Graham. De várjál, mert ők tényleg valódi jó zenét játszanak, majd hallgassátok meg ezt a Seven Years című dalt. Csak azért mondom, hogy a zenei kritikusok, ugye a dán csapatok közül a Cut & Move-ot meg az Aquát ismerik. És most a Lucas Graham ez így becsatlakozhat, és akkor kicsit emelheti a dán pop zenének a nívóját. Uh-huh. Hát, Seven Years az a daluk címe. Van nekük egy Wallbeat-jük, azért azt nem szabad elfelejteni, ők a legjobb dán csapat. De popról beszélnek. Jó, persze. Be kellett dobnia, hogy lássuk, hogy ez is ért. És ha már tessék, Jani, akkor feldobok neked egy ilyen beugró kérdés, és akkor részt vehetsz a játékban. Melyik lemez jelent meg 30 éve, 86. március 3-án? Mit ünneplünk ma? Tessék. Alapmű. Alapmű. Master of Puppets. Tényleg? Ja nem. Egy ünnep van. Hát ezt tudta. Ennyire nem érdekel ez engem. Szevasz, Csabi. Hello, Csabi. Szia, Csabi. Jó vagy. Ügyesen. Aztán. Okosan. Kösz. Szevasztok. Ciao. Na, hogy kirúgass magad. Csabi, jön a kívánság műsorra. Hallgassátok, jó? Vagy találjátok meg azon a helyszínen, ahol most ő van. El fogja még mondani, hogy hol van. Így van. Jó? És ne felejtsétek el a dán zenekar nevét. A hallja, menjen innen. Nem tudom, mert elfelejtettem. A dán kidobó hallja, menjen innen. És a norvég folyás műresikló. Igen, kidobó Olaf Pippa. Poró hess innen. 2 percen pontosan 10 óra. Holnap 6-kor itt vagyunk. Szevasztok! Hello, ciao. Nyuszi. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.